Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra után, 13 perccel jelentkezünk. Ha-ho, jó reggelt kívánunk mindenkinek! Jó reggelt! Hoppá! Szép, nem mondod! Édesek, gyerekek, a malac. Assza úristen, feltörtem a malacot. Te ennyire kell a lóvé? Tudunk kölcsön adni. Össze tudom ragasztani. Igen, de miért nem mondtad, van nálam? Hát adat, állami. Istenem. Pénzben akart fűzdeni. Gyerekek, csak mondom, mint drága hallgatóinak, hogy János, én nem tudom, hogy mennyire a pultomat nézem, kapcsolok, nyomom, ülök, pakolok, erre hallom a csörgést, apró pici darabokat tör. Sose törtem még össze egyetlen malacot sem, mert mindig egész évig gyűjtöttem, mert aztán próbáltam úgy kizetni belőle, hogy megmentsem a malacot. Ez a malac, ez ment a levesbe. Szegény malac, szegény malac. Ez eltört. Tópréma kiborítottam majdnem a céklalevemet. Egy zsuga, öcsém. Fú, gyerekek, még szerencsébe volt csukva. Szóval jól indul a reggel, te malacot törsz, egy céklalével majdnem leöntem a laptopon. Mennyi van benne? Akkor nézzük már meg körülbelül. Hozzá ne nyújj. Jössz, Anna, jössz szegény segíteni. Figyelj, nem baj, összeragasztjuk majd. Hú, ettől az még annyi. A vatocs is leizzadna, öcsém. Hallod? Hát tudnám, hogy egy új cégházat tudna, meg új festményeket tudna magának. Nem kevés, hogy nehogy kidobd, összeragasztom, visszafogjuk, mindent megcsinálunk újra, értve. 38 darabban van, de össze. Gyerekek, ezt hívják úgy, hogy disznóvágás, nem? Tehát, igen. Jött ott a böllér. Ha, igen. Egyi. Nyakon szúrtad a hallom. Most ne arra, az a csekk az kié. Mi? Ja, 305-ös étkezés. Dobtunk be, ha azt hiszem pont a Jani dobott be. Nagyon király, figyelj, mindent össze fogunk rakni, minden olyan lesz, mint régen, majdnem. És a malacnak az állapota is szerintem javulni fog. Hallod? Hogy feldobta a pacskert a kicsi. Nem, az van, hogy ugye megint egy picit megcsúsztunk, nagyon kedves, nagyon aranyos emberek voltak bent reggel, hoztak nekünk egy rakás nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű, extra minőségű kézműves kekszet, egy dobozzal, az Isten tartsa meg jó szokásukat, és mi is pusziljuk nagyon a lányokat, akik pusziljanak minket, egyszer talán a lányokat hozzák be a kekszet, annak még jobban fogunk körülni. De hozzák a lányok a kekszet, tehát igen. A kekszel nincs baj. És emiatt egy kicsit megcsúsztunk, és én jöttem be itt a kis szivacsommal, a kis fejhallgató, meg a kis malaccal, meg a kis sajtos rúddal, meg ezzel. Hát sokat akartál egyszerre. Így van. Ez felborult, igen. Így van. Na jó, van, összeszedjük. Legább tudjuk, mennyi pénz van benne, az nem baj. Jó. Ne számold meg, mert az év végén. De ne legyen most ilyen. Most kérdezte a... Legább megnézzük, lopnak legalább. Aha. Én gyerekek egyébként egészen biztos vagyok benne, hogy lopnak tőlünk, mert hogy ennél többet dobtuk. Sokkal több kéne, hogy legyen. 50 pence. Na mindegy. Ti pence. Ja, Istenem. Szecsém, ez zseniális. Hogy kaptunk kekszet? Hogy mi szólt az elő? Tortát is kaptunk tőlük, ilyen paleós sütiket, meg ilyeneket. Ők ilyesmivel foglalkoznak, elég magas színvonal, ahogy így láttam. Na, tehát, megnézzük. Köszönjük szépen, nagyon drágák, aranyosak, cukik, és nagyon helyesek. Anna megkávéztatta őket reggel. És csak így tovább. Minden héten egy ilyen hétfő jöhetek, kontingens, köszönjük. Ha valamit neveztek meg, ha valamivel kettő van, ha valami már a kutya se eszi, hozzátok ide, megoldjuk. Minden gazdára talál itt, nagyon, nagyon szépek. Ó, és milyen helyes, szép csomagolásban van. Névre szólóan a Leo torta. Puha csokoládétorta, gesztenye, musztorta, vilmoskört, csokoládétortácska, atya a kezéből, mert már Ferdén tartja. Atya Balázs, Isten, az őszi kollekciót kaptuk valami... meg, hát a céget nyilván nem mondom, de nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen. Valami hosszú zenét puszi. Most. Nagyon nagy puszi mindenkinek, köszönjük szépen. Na, felnéztetek tegnap az égre? Mondtad, minek hogy nézzünk néztük? Fel? Hát mondtam, hogy nézzetek fel az égre, és azt mondtam, hogy mondjátok, hogy... Én egyszer felnéztem, de nem azért, mert mondtad. Bali megmondta, hát ez volt tegnap. Jó, ja! Ja, úgy! Figyelj, nem ja, hiszitek, úgy, de tényleg nem hiszitek el, nálunk ez egész délután téma volt, már untam. Akkor ezt nagyon komolyan mondom, Móni kb. 20 percenként hozta ezt szóba, hogy ezt hol hallották, ezt a délután sütni fog a nap. Hala? Hát figyelj már, még igazuk lesz, nézd már, hallod? Mert arról beszélgetünk adás után, hogy találkoztunk, hogy basszus, te is, meg az Ákos is azt mondta, hogy délután verőfényes napsütés, és mi akárhol néztünk, mindenféle ilyen szakmai portálokon, meg appokon, meg akármi, nyoma nem volt ennek az előrejelzésnek. És délután mi a városba kolbászoltunk, az autót kellett vinni szervizbe, és nem azért, mint neked, hanem csak még turboztunk rajta egy kicsit, és egyszer csak hirtelen a felhők mögül egy hoppá. Kis megcsillant, és utána egyre durvább lett. És mi volt? Mi volt a mondat? És
hogy, mi, hogy, Bali megmondta. Bali megmondta. Így van, én kaptam az SMS-eket, tényleg megmondtad, tényleg megmondtad, király vagy, király mondtam is neki, hogy anyám. Soroksáró étegre süt a nap. Anya még egy Bali megmondta, és kint alszol a teraszon. Bejött, igazából bejött, nagyon sok helyen kisütött a nap, még néhány helyen volt felhő, de én 5, 5:30, 4 magasságában jöttek, Három, a, 2, 1. Az SMS-ek. Felnézek, mert Bali megmondta, kisütött. Köszönjük. Visszajött, minden nap megmondta. Nem ismertem meg a számát, igen. A jó lesz, Kerékes Csabi. Na, mondtam, ragyog soroksáról. Ilyen SMS-eket kaptam. És ki vagyok. Igen, nem volt meg a száma. Ma reggel végre, hosszú idő után kijöttem én is a kutyával, kimentünk pipilni, már nem ismertem felnézni, mert már úgy voltam vele, hogy a szokásos reggeli depressziónak nem akarok még nagyobb táptalajt adni. És felnéztem, és csillagos. De milyen csillagos. És igen, és sütött a nap, félőkor hallott. Viszont erről akarok is kicsit beszélni, hát amíg most indulnak néhányan, hogy nagyon-nagyon hideg van. Tehát ellenkezően mozog az időjárás, mert nappal egyre melegebbet mondanak, viszont 3 fokot mértem az autóval reggel az indulásnál, és nem lett sokkal jobb a helyzet, amikor beértem, mert hogy 4 fok. 4 fok lett, úgyhogy hát hűvöskés. Csipős, úgy is mondhatnám, csipős a reggel. Október vége van, mit vártok? Hú, igen, utálom is, hogy nem tudok garázsból indulni, de hát az ember minden megtesz. Minden megtesz a gyerekeiért, hogy aludjanak, viszont így hát csipős a reggel. Tegyél be egy kis kályhát, egy ilyen elektromos melegítőt, nem jó? Volt olyan autóban, amiben rányomtál, és akkor mire beültél, meleg volt, csak ez nem olyan, ez egy régebbi muzális darab, hogy most járok, nagyon szeretem. A tejhordó, vagy mit mondtál, tejszállító, vagy mi? A teljes doboz. Teljes doboz. Ebben nincs ilyen. Összegyűrődött orrú teljes doboz. Igen, ebben nincs ilyen állófűtés, de baromi ideg. Egy csikós parhelyet hátra. Hát jó lenne egyébként. De most ha választanom kell, hogy a gyerek fölkeljen, vagy én fázzak reggel, akkor azt választom, hogy hát akkor fázzak. Aludjon a gyermek, ameddig jól esik neki. Olyan baromi nehéz a garázs. Miért a garázsba alszik? Azt nem tudom. Valahogy megszeretem. A vikinek. Nem, igazi fa garázs ajtó van. Én már figyelj, WD-40-et fújtam rá, malagyírral kentem, kenőmájas. Én már mindent felkentem. A kenőmájas alternatív módszereket villantottál fel, igen. Mindent felkentem erre a görgőkre, meg magára a láncra, de ez egy ilyen, ezt elmondta egyszer, aki épített, ez egy ilyen 100-150 kilós brutális igazi fa. Nagy csávó volt. Ajtó. Ja. Olyan hangja van, amikor engeded le, ugye ezeknek a görgöknek, nem tudok már mit rákenni. Én mondom, én már az öklözősír, a gépzsír, a sikosító, én már figyelj, mindenen túl vagyok. Nem veszed el, hova kell. Mindenen túl vagyok, és egyszerűen nem tudom megcsinálni a garázsajtót. Na mindegy, ez csak azért fontos, mert nem tudok beállni a garázsba. Ez tök jó egyébként. És van egy garázsom, és nem tudom használni. Előkerül-e valami életől egy kis használatutasítás, mondjuk, ami a garázsajtóhoz készült, annak is szépen nem a próbetükre rá lenni, hogy ne kenje semmivel, nem igényel kenést. Igen, igen. Önfényező, ne kenje, akkor nem fog nyikorogni. Csak ronthat a helyzetet. Mit lehet erre kenni, tényleg mondjátok? Hát most már mindegy, most már semmit. Semmit. Nem kéne, hogy gyártóját kérdezni talán. Azt nem tudom, még ez az előző tulaj csináltatta, de igényes egy darab, az egyszer leszakadat, senki nem emeli fel. Tehát mint egy várkapu olyan. Az olyan, hogy az konkrétan nem tudom. Mint egy várkapu, ahogy megy, már látod rajta, hogy baromi nehéz. Na mindegy. Jó van, minden oké volt tegnap mindenkivel, minden rendben? Szerintem igen. Jó van. Nézzük az SMS-eket, akkor mit írnak a hallgatóink. Siófokon 9 fok van. Ez mindenképpen jó, akkor nálatok melegebb van. Nagykörnyű a szemerkélő eső, 7 fok, Andi küldte nekünk. Iszka Szentgyörgy, 6,5 fok. Ez jó. Bali, tegnap emlegettelek és áldottam a neved, de sajnos napfény nem láttam. Széchi 0 fok, ezt nem mondtad, Ben küldte nekünk. Aztán a 81-es út lezárva a győri lehajtónál. Tegnap Beszterecen szakadt az eső, egész estig I Love Bali megmondta. Székesfehérvár, vagy Eszhely, ez sok minden lehet, Szombathely talán 7 fok, Laci írta nekünk, és nem is tudtam, hogy Vadó Jani egészségesen étkezik. Tegnap volt nálunk a bioboltban. Na, vannak tess. Pillanatképek. Azért elhussant akkor így az adás az életedből egy pár év. Tehát, hogy Janiról azért szerintem mindenkinek az első, ami eszébe jutott. Hát, nem is tudtam, hogy meg. Vár. Nem is tudtam, hogy nem is tudtam, várakat szeretni. Hogy kopasz, és hogy vega. Minden más tudok a Janiról. Jó, ha az én védi könyvemből képben van. Nagyon helyesek voltak, ott van a szerviz közelében egy ilyen bio áruház, és akkor bement, és végtelen aranyosak, helyesek, kedvesek voltak, tehát hogy meg is lepődtem rá. Kedvezmény? Kivel kevertek ezt. Kupon, kedvezmény, gyűjtőpontok, hűségkártya, minden volt? Jó van. Kaptam. Oké, okay, ne kelljen csalódnom benned, hogy egyszer valamit a teljes áron veszel meg. Ne okozzál csalódást, hogy... Még egy okkal több, hogy Újpesten kolbászol. Ne okozzál nekem csalódást, hogy bemegyek, aztán rájövök. Nem, nincs leértékelés, és te mégis ott vagy.
nagyon helyesek voltak, nagyon cukik voltak, aztán a pénztárnál derült ki, hogy nem tudok sajnos kártyát fizetni, csak készpénzzel, ott egy picit megbicsaklott az élmény, de utána ezt is megoldottuk. Nagyon-nagyon jó fejek, nagyon aranyosak, és hallgassátok figyelmesen, mert a műsor előfordul, hogy nem csak krémesekkel tömöm a fejem, hanem valami mással is. Igen. Ma érkezik Marty McFly, Cecília voltam, egyébként szerintem nem holnap. Hát de ma szerda van, de ma hétfőn foglalkoztunk a témával, így van, október 21, ma érkezik Marty McFly a jövőbe. Így van, ebbe, ugye a 2015-ös évben. Aki írta nekünk az SMS-t, nem írta lája, de Cecília, hát lehet, hogy nem hallgattál bennünket hétfőn. Baromi jó témát csináltunk belőle, mert hogy megcsináltuk, hogy mi valósult meg ugye 2015. október 21-éből, és mi lenne, ha hallgatóink feltalálnának valamit. És baromi jó SMS-ek jöttek, a körömvágó, a szakálvágógép, a teleportálógép, nagyon jó SMS-eket kaptunk. Azt mondja, hogy tegnap délután 14:30 kb. 100-an összegyűltünk Uriban, és feltartott kézzel hajlongva kántáltuk, Bali megmondta. Ja, kicsit hazudos vagyok, ám robogó küldte nekünk. Aztán azt nézem még, hogy és mi az a három tartozom neked, Cetli Pál, ezt kérdezi, ugye? Igen. Érdemes lenne megőrizni. Sleepy, Sloppy, Snoopy, Mr. Samsonite, tartozom neked, Cetli. Igen, Ferrari. Mindenfelé tudunk, igen, Ferrari 100 000, vagy nem tudom. Érdemes lenne megőrizni, tartozom neked, Cetli. Ó, de jó, Dumb és Dumber. De, az első. De szeretem, igen. Na, tegnap többször felnéztem az égre, de csak esett és esett, azt gondoltam magamban, Bali, kap be. Pöccsös Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. Mi az ismétlésünk? Nézek én a monitoromra nagy szemekkel, ha elviszem. Micsoda, a gazdagság maga, hogy rengeteg sok pénz. Igen, lesz. Eszembe jutott. Ugye kiderült tegnap, hogy az egyik bulvárlap állítása szerint legalábbis 1 milliárd forintot kap a magyar válogatott, ha kijut az EB-re. Ez felháborító. Ha nem jön haza az EB-ről. Ez egészen elképesztő. Nagyon sok foglalkozás van, ha nem végzed rendesen a munkádat, nem kapsz fizetést se. Ők ki csetlenek, botlanak az EB-re. Meg hány olyan van, ahol rendesen végzed a munkád, és nem kapsz normális fizetést. Röpke fejszámolás után ez 20-30 millió forint. Ezt már nem sajnálná tőlük, ha olyan teljesítményen jutnának ki. Tényleg nem. Arra gondoltunk, hogy hogy lehetne ezt meghekkelni. Hogy állhatnánk be mi is a sorba, egy kicsit kapjunk a lóvéval, ha valahogy kibotorkálunk tényleg az Európa-bajnokságra. És rájöttünk, hogy egyetlen szanszunk van, hogy Ferit becseréljük. Király Gabit mélyaltatásba helyezzük az öltözőbe, Feriről leveszük a szemüveget, és beállítjuk a kapuba a Király Gabi melegítőjébe. Levágjuk a körszakállat, a szakállat, leveszük a szemüveget, és az egyetlen lehetőségünk, hogy ott legyünk a pénzosztásnál, ha Feri áll majd a magyar kapuba, mi pedig segítünk neki elkapni a labdát. Mindenféle trükkökkel. Aztán így szóba jöttek, hát majd meg fogjátok hallani, hogy milyen kis okosságokat találtunk ki, rengeteg minden nem jött szóval, tehát hogy konnektorort rakni a labdára, stb. Azt így, hogy kismalac, ne engedél soha. Igen. Ez az nem jó, nem tudom kidobni. Mondjuk az is igaz. Igen. Szóval erről beszéltünk, hogy lehetnénk mi is ott a magyar válogatottban. Egyébként meg az is lehet, hogy ott tennénk velük. Úgyhogy ezt most megmutatjuk, közben mondom, hogy már nincs időnk visszajönni, úgyhogy ha valaki szeretne játszani, az írjon nekünk SMS-t, küldjön friss közlekedést, ébredezzen nyugodtan közben, és jelezze szándékát, hogy szeretne velünk játszani, jó? Mutatjuk a tegnapi nap legjobb pillanatait, aztán jövünk Ákos híre után. Tíz perc múlva, pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Torlódás van a Soproni határon, Kata küldte nekünk. Aztán lehet tölteni a téli folyadékot a kocsiba üzeni. Szala, ez így van, lehet tölteni valóban, mert hát akinek nincs benne fagyállót, mindent, mert téli gumit cserélni, 4 fok, 6 fok, jön a hideg. Tényleg téli gumi. Téli gumi, bizonyám, téli gumi, így van. Srácok, hogy van az, hogy a Margit hídi hétmegállóban nem lehet fogni a klaszt, minden mást igen. Hát, menjünk a bacsira. Leállítja. Igen, blokkol minket a konkurencia, lehet. Azt mondja, birkafagyúval kell átkenni a görögöket és a csúszó részeket a garázs kapunál. Köszönjük szépen. Hozz egy kis birkafagyút. Átkenjük. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk, jó? Hogy állunk játékkal? A hét utolsó előtti játéka következik. Egy-egyre állunk, és már is itt van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt!
Jó reggelt, hello. Hello, ciao, hello. Feri, jó reggelt. Igen, hello. Ú, de álmos hangod, most ébredt. Hát, most kezdtem, hogy dolgozom betegszállítóként. Atyaisten, szabadon nem lehet érteni. Nem is értjük nagyon, hogy mit mondasz, igen. Betegszállítóként dolgoz, egy picit artikulálj nekünk, van, jobban segíts nekünk, köszönjük. Igen, most indultam nem régen, ha? Most indultál nem régen, honnan indultál? Békésebárok így gyorsan vettem fel beteget, úgyhogy gondoltam felére. Ó, vigyázz rá, hogy ja, nem lehet elárulni, hogy hívják. Nem, 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 hánykor kezd egy beteg szárító, Feri? Ötkor. Ötkor. A mindenit. A mindenit. És hánykor végzel? Hát ez kérdés, az ott kicsit, hogy hogy végeznek. Azt nem lehet tudni. De ilyenkor neked meg is kell várnia, tehát most beviszed igen, új kígyósod, Dezső bácsit, berakod igen, a korát, és utána igen, hazaviszed. Így van, pontosan. Kivel szeretné játszani, Feri? Balázs. Játszunk egyet, jó, jó, jó. De most tényleg a szülőfalumban vagy, és nem velem. Hát, nem fölhívem. Hát, ha van neked szíved, figyelj, neked már békésért, nem Feri. Akkor vigyed a Balázs. Neked már dobott egy csontot, Feri, ma reggel, érted? Elment a szülőfalumban. Mehetünk? Na, legyél ügyes, jó? Hangosan, jó, hosszan, folyamatosan, egy perc is meg is van az ajándékcsomag. Jani? Triestu is van, és fájjon. Itt vagyok, figyelek, kérdezzek, vagy kérdezel te? Kérdezettem. Minden reggel ilyen korán kell kelned, vagy van, amikor tudsz pihenni egy kicsit? Általában, de van, amikor korábban. Van, amikor korábban? Az mit jelent, mikor? Hát van, amikor 3-kor, 4-kor, 4-5. Jézus már. Változó. Hát ez ilyen ez. Itt kell menni hajnalba. Áram, az még nekünk is, az még nekünk is kemény, kemény lenne. Hát, nem kifejezés, kemény. Nem kifejezés. Nem kifejezés. Jaj, pedig de szerettem volna, ha nyersz, mert a betegszállítók megérdemlik az ajándékcsomagot. Így van, de a szakmai büszkeségünk. Nem, pedig drukkoltam, mert hát olyan a munkátok, meg... Igen, hát igen, szinkes néha, de hát ez van. Kemény is, fizikai munkát is végeztek, korán is keltek, nem is vagytok rendesen megfizetve, bárcsak többet keresnétek, megérdemelted volna. Pontosan így van. Abszolút, igen, igen. Én kimondhatom, te nem mondd, hogy nehogy baj legyen, de nem is igen, akartalak nagyon gyötörni. Csak gondoltam, itt én majd beszélek, te hallgatsz, aztán elviszed az ajándékcsomagot. Igen. Na, legközelebb, jó? Így van, közel, így van. Első próbálkozás jó volt. Na, hát legalább nézzük az elényét, hogy először próbálkoztál már is. Bejutottál. Köszi a játékot, vigyázz okay, magadra. Hello. Meg ránk is, vagy hát a betegekre. Akit visszert. Ciao. Hello. Hello, hello. A Margit hídnál üljetek át egy másik autóba, hamarosan lesz Klassz FM. Etek küldte nekünk. Köszönjük szépen, M3-as, 84-es kilométer, durva köd, óvatosan. Valamint jó reggelt, az M3-as bevezetőn szinte gond nélkül lehet haladni. Na, 6 perc múlva pontosan 7 óra, mindenki ébredezzen, tessék jól fölöltözni, mi pedig jövünk nem sokára a hírek után. És hívjuk Király Viktort, mert hogy, hát ugye tudjuk, hogy mi történt, már tegnap kielemeztük. Tovább jutott az első forduló után, a casting után, az első duett fordulóban is nyert, és hát a Voice-ban, az amerikai Voice-ban ő már a párbaj fordulója előtt áll, ez egy baromi nagy dolog, és tényleg most már nem tudás azt mondani, hogy a világhír küszöbén áldogál a srác. Igen, igen, és hát nagyon rendes volt, mert mondta, hogy már feküdne le aludni, de megvárja a hívásunkat, és itt lesz velünk. Így van, itt lesz velünk, nálunk élőben. 5 perc van pontosan 7 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk, 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. És itt vagyunk, hello. Hello, hello, Feri. Hát legalább én. Gyerekek, emelni fogom az összeget, tehát értem én, hogy 100 forint, de tessék itt lenni a megszólás elejére, most egy kicsit kezdek dühös lenni. Tehát gyere, dobáljuk a százas, lány, dobáljuk a százas, de ez nem egy szakkör, gyerekek, hát ez egy munkahely, ez ne fog már mindig a Lacira. Nézd az órát, nézd az időt, és dobj egy százast. És amikor elalszanak ezek a piros fények, akkor indulj el. Figyeljetek, na. Amikor zene van, indulj el. Jó. Ennyi. Húzd le a recsót, mossd le kezed, indulj el. Igazából Ákos a hibás. Igen, gondolom. Ákos hibás. Túl érdekes a hírek, ugye? Nem, erre gondoltam, mert berongyolt előttem a budira. Érted? És magára rántotta, és aztán pedig berigliszte. Hiába mondtam neki,
Pont ugyanezeket mondtam neki én is, hogy ez egy munkahely, Ákos, én mindjárt jövök, te most végeztél, bőven ráérnél még itt brunyálni. De menj át a nőibe akkor, tisztább, szebb, szárazabb, biztonságosabb érzés, így van, úgyhogy menj a nőibe. És, jó, ott meg Anna válaszolt síros hangon a másik oldalról. Igen, ott Anna ápolt egy hallgató lelkét mobiltelefonon. Na, nézzük az SMS-eket, mit írnak hallgatóink, hol, hány fok van, mi a helyzet, kinek hogy indult a reggel. Lássuk, az M3-as bevezető beállt, mint a szög, a dugó vége a szilas pihenő után van, néhány okos a benzinút parkolóján keresztül rövidítene, úgyhogy itt is állnak. Gábor írta nekünk, hát ha én ezt egyszer megfejtem, hogy mi van az M3-ason, valaki tényleg írja le egyértelműen, jó? Hogy miért kapjuk most már hosszú-hosszú napok óta, hogy minden reggel beáll az M3-as bevezető. Sövényfelújítás, beton elhelyezés, mindegy, csak tudjam. Tudjam, mert itt mindenki mond mindent. Hát, ha tudunk azzal segíteni, jó? Minden esetre nagy dugó van. Azt mondja, hogy tízes úton felraktam a marhapöcit bográcsban, amire persze hazaérek, már kész is lesz. Cipócska küldte nekünk. Megszűnt a baleset rekonstrukciója a 81-es úton Győrnél, Topa üzeni, valamint az M0-ás, az M5-ös felé vezető oldalon a Dunaharaszti lehajtójánál a belső sávban leszakadt gumi abroncs. Nagyon veszélyes, vigyázzon mindenki. Pápa 83-as elkerülőn van egy trafi. A fiúk most verték fel a sátrat, Reni üzente nekünk, valamint a 34-es kilométertől az M5-ös felé útépítés miatt torlódik az M0-ás körülbelül 1 kilométeren keresztül. Darus Ati küldte nekünk. M3-as 84-es kilométer durva köd, valamint Komáromban a Szönnyi úton lesből radaroznak a zsaruk. Nem szép, azt tudja. Nem szép, ez nem szép. Nem szép dolog ez. Lesből nagyon radaroz. Rendes volt a rendőrség, mert most szólt, hogy a héten a következő helyeken fognak odafigyelni, ahol felújítás van, útépítés és forgalomkorlátozás, tehát 60-ra mondjuk leviszik a sebességet, vagy 30-ra, ők oda biztos, hogy fognak trafit tenni. Tök rendesek. Tehát ha valaki lát ilyet, útépítés van, 30-as tábla betartani, mert lehet, hogy miért. Tehát ne oda rakják a trafit. Illetve kékes ködöcske, mecsek, jegecske, mátra, derecske. Ja. Na ezért maradt kint ilyen sokáig. Tudod? Mondjuk ezt meg kellett szülni. Ebbe volt meló, ezt azért össze kellett. Így van, de nem volt benne nyelvbotlás, nem volt benne őzés, nem volt benne gyökögés, srácok. Hát az, aki profi, az profi. Nem, az hát Viktor, most... aki nem sokára nálunk élőben. Ezt most összetetted. A 4-esen Újfehérton trafi szürke Skodából útépítő küldte nekünk. Na, mi pedig ugye tegnap már beszéltünk a Király Viktor sikeréről, és nem is nagyon értem, de annyira tipikus egyébként megint a magyar mentalitás és a hozzáállás és a kommentek egy-egy oldalon, hogy valaki még egy ilyen dologba is bele tud kötni, rosszat tud mondani, és azt tudja mondani, hogy de azért nem szeretem, mert akcentusa van, vagy azért nem tetszik, mert egyébként így vagy úgy áll a haja, hogy miért nem tudunk valaminek egyébként egyértelműen, egyöntetően örülni. Itt van ez a fiú, ő kettős állampolgár, 13 évig ugye Amerikában élt, aztán eljött ide, ott hagyta a barátait, megtanult magyarul. Nyilván akcentusa van, nyilván töri a magyar, de nem az a féle akcentus, hogy kimegyek Philipra a Londonba, vészeljük és már kicsit elfelejteni magyarul beszél. Philip, you know my friend, you know. Nem így, hanem hogy előbb tanult meg angolul, és utána 13-14 évesen tanult meg ráadásul magyarul, hát már 14 évesen nem anyanyelvi szinten beszéled, és nem úgy hangsúlyozul, nem úgy intonálsz. És olvasom a kommenteket, és egyszerűen nem értem, hogy lehet még egy ekkora dologba is belelátni valami rosszat. Ha valaki esetleg nem tudná, tegnap ugye mi már megmutattuk a dalt, beszéltünk róla. Viktor, aki azért, hát félig magyar, félig ugye amerikai, tovább jutott, állampolgár így van, tovább jutott a The Voice című amerikai műsorban, ami hihetetlenül nagy siker, és hihetetlenül nagy eredmény, 300-350 millióan laktak ebben az országban, 50-60 ezeren elmennek egy ilyen castingra, tehát elképesztő, és ő tovább jutott, ugye a sima casting adáson, aztán pedig volt, ugye ezt tegnap meg is mutattuk, szívesen bejátszom még egy kicsit, volt tegnap egy duettje, illetve nem tegnap, hanem tegnap került már fel az internetre, énekelt egy duettet, egy Cassandra nevű lányjal, ugye? Hát igen. Ez zseniális. Zseniálisan énekeltem, mi tegnap ezt megmutattuk. Itt szól a dal. Ez Viktor. Ez Viktor, így van, nem Cassandra. És hát tovább jutott. És ez egy fantasztikus dolog, már csak azért millió dolgot lehetne mondani. Azért ne felejtsük el, hogy hosszú éveken keresztül, bocsánat Viktor, hogy rábeszélek, hallottátok már, és YouTube-on meg tudjátok nézni. Szóval, hogy hosszú éveken keresztül mindenféle magyar előadótól, meg magyar zenésztől hallottuk, hogy most ő ott van a világhírnek a küszöbén, és hogy nemzetközi karrier, meg stb. És hogy ha most ez bedurran ez dal, hogyha azt a lemez kérják, hogyha az a koncert megvalósul, akkor onnantól kezdve Kánaán. Na most, valljuk őszintén, hogy
Viktor az egyetlen, aki az utóbbi évtizedekben ennek a dolognak tényleg a közelében jutott. Így van. A műsor által. Így van. Egy lépés. De ha ez egy angliai műsor lenne, ugyanúgy kellene örülni, ha ez Németországban lenne, ugyanúgy lehet neki örülni. Tehát tényleg egyértelműen be kell mögé állni és örülni. És hát baromi jó hangja van, jól énekel, és győzött. Győzött ugye ebben a duettben. Cassandra is jól énekel. Jó hang, képzett hang, de valahogy nem jut el. Hát sok ilyet hallottál. Igen, nem jut el az ember szívéig. Na, és arra gondoltunk, hogy felhívjuk Király Viktort, hogy mesélj nekünk egy kicsit erről, hogy hogyan tovább, mi a következő, mi lesz most, és mikor láthatjuk újra, mennyi választja még el az élőadástól, és hát egyáltalán mi történik most vele. Mert hogy azért ez egy baromi nagy dolog, nem? Ha az ember hazajön, akkor... A életében ha... most szerintem. Így van. Ha Amerikában van, akkor is bárhol. Tehát ez egy óriási, óriási dolog. Úgyhogy hívjuk Király Viktort, és megkérdezzük tőle, hogy mi a következő, hogyan tovább, már hívjuk is. Itt van velünk Király Viktor. Jó reggelt, Viktor, hello! Jó reggelt nektek! Hello! Szia! Ja, neked jó éjszakát! Igen, hol vagy, Los Angelesben? Nem, New Yorkban vagyok. New Yorkban. Na, hát tudod, hogy itthon minden rólad szól most? Hát hallottam. Hányszor ütötted be eddig a hírkeresőbe, hogy Király Viktor? Hm? Az igazság, hogy nem is kell beütöm a hírkeresőbe, hanem csak rámegyek a Facebookra, és aztán így döbbenet, hogy mi történik így a közösségi hálókon, szóval hihetetlen, nagyon jó. Te vagy a sláger, meg a TV2 adásvétele. Ennyi. Na, hát figyelj, először is tudom, hogy nem mi vagyunk az elsők, de hát megragadjuk az alkalmat, gratulálunk, láttuk, kielemeztük, néztük felvételről, élőben nem bírtuk kívánni, de már egy rengeteg portálon fönn volt, sőt, mi több, hát már mi ebben tulajdonképpen tegnap belehallgattunk, és gratulálunk, szóval aki ezt nem érti, én nem is tudom, hogy van-e olyan ember, aki ezt nem érti, vagy nem érzi, de hát ez egy baromi nagy dolog. Ez egy baromi nagy dolog, amit te végrehajtottál. Úgyhogy gratulálunk. Hogy vagy most? Hát nagyon szépen köszönöm. Hát, hogy mondjam, egyrészt nagyon jól csinálják ezt a műsort, hogy még én is izgultam, miközben végeztem a műsort, hogy kiesek vagy nem esek ki. Igen, még neked sem mondták meg ott a helyszínen, azt mondták, nézd meg a tévét. Igen, szóval eléggé jól szerkesztik meg ezt a műsort, és hát mit mondjak, hát lesétálok az utcán New Yorkban, és ugye én eddig, amikor kijöttem a castingekre, akkor én, mint Kicsi Viktor, érted, sétálok le New York-i utcákon, és senki nem ismer fel meg semmi. És most lemegy két adás az NBC ugye tévécsatornáján, és most lemegyek a metróba, itt New Yorkba, és így az emberek köszönnek. Atyaisten! Meg ilyesmi. Atyaisten! Mennyi a nézettsége ott egy ilyen műsornak? Kaptok számokat? Vagy tudtok, hogy körülbelül mennyien nézik azt, mint a Boys? 15 millió egy adást. Hát, azért nem egyem három szomszédok, vagy egy gyertek át szombat este. 15 millióan. Atya úristen. De ez nyilván megy föl, ha élő lesz. Hát nyilván. Az élőt azt még többen nézik, meg hát én amikor beszélek emberekkel az utcán, akkor így mindig azt mondják, hogy így vallásosan nézik ezt a műsort, hogy ez a kedvenc műsoruk. Igen, érdekes, hogy Amerikában erről beszéltünk, az X-faktor egyáltalán nem működött, a Voice-nak pedig már igen. Ugye sokadik évada van, pedig egy sokkal bonyolultabb igen. Formátum alapjával, mint az X-faktor. Igen. Na, hát megnéztük igen. Azt a lányt, baromi tehetséges, az biztos, de valahogy nem tudott tényleg annyira szívhez szólóan énekelni. Nem tudom, a kettőtök előadása között szerintem a legnagyobb különbség, amíg te eljutottál az ember szívéig már, akinek nincsen páncélból a szívem, például Jánosé. A csajnak zseniális hangja volt, és egy brutálisan jó szólénekes lehet szerintem, de valahogy nem volt az a plusz. Nyilván te nem mondhatsz róla nagyon csúnyákat, nem is akarlak ebbe belekényszeríteni, csak azt éreztem, hogy valahogy, amit te énekelsz, annak lelke van. A lány meg egyszer jól énekel, de ilyen hangot azért már sokszor hallottunk. Cassandra, ugye ez volt a neve? Cassandra, igen. Hogy mondjam? Szóval, én azt éreztem mindig, amikor próbáltunk, hogy ő nagyon képzett énekes. Igen. Ő egyébként profi vokalista mellett, ő egy énektanár, és ez érződött rajta, hogy ő már annyira benne van a technikai részében az éneklésben, hogy lehet, hogy egyszerűen kétszer ugye rámegy az érzelemre. Igen. Nem az volt, hogy túl akart énekelni téged? Én néha azt is éreztem, hogy ő nagyon oda teszi, nagyon le akar téged nyomni. Nem volt benne egy ilyen? De volt egy pici,
De egyébként ez a duet fogalom egy párbajban eléggé furcsa. Szóval ugye, mert nekünk egy női-férfi duetet kellett létrehozni, ami az érzelemen alapozott, ugye ez egy romantikus dal volt, és ugye egy férfinak eleve alulrendelt szerepe van egy ilyen helyzetben. Én teljes mértékben elfogadtam a szerepemet, én nem is akartam úgymond túl énekelni. Az látszott, hogy nagyon alámentél, és nem volt az, hogy te most még nagyobbat énekeljél. Szerintem ez egy tök jó dolog, hogy ezt választottad. Igen, abban a pillanatban valaki le akar énekelni, akkor kicsit már olyan erőltetetté válik, hogy olyan, mint a küzdene nagyon. Én úgy döntöttem, hogy ez jobb, hogyha én kicsit visszahúzodok, és akkor inkább a hangszínemre támaszkodok például, hogyha az Ádám is meg is említette azt, hogy neki a legjobban az egyedi hangszínem tetszik. Eddig Ádám, most már Ádám. Olyanba vannak, érted, olyanba vannak. Ádám. Most már Ádám bátyám. Ádám bátyám, igen. Viktor, ebben a pillanatban jött egy kérdés az SMS falunkra, ami egyébként abszolút jogos, és nekünk is feltűnt, hogy nem izgulsz. Tehát amikor mi néztük a felvételt, akkor ezt nem nagyon láttuk rajtad. Nem örülök, hogy ennyire jól tudom leplezni az izgalmat, mert nem tudom, tévé szempontjában sokkal jobb lenne, hogy egy kicsit jobban látszol rajtam, de nagyon izgulok, szóval én például amikor találkoztam ugye az emberekkel, ugye az Ádámmal, meg nem tudom mivel, hogy annyira izgultam belül, hogy találkozok velük, de viszont nem mutattam annyira ki az arcomat. És ez nem annyira jó, mert az emberek azt gondolják, hogy így beképzelt vagyok, hogy valami tudod, hogy nem örülök annyira. Nem, de hát biztos, hogy minden alkalom, amikor fölmész a színpadra, és meglátod Ádámot és Stefániát, akkor megérint a pillanat. Na, ez volt most egy duett, ugye? És a következő, amiről tudom, hogy nem beszél, ezt csak kérdezem, mert talán jól emlékszem tartalmilag a dologra, hogy a következő az viszont már egy valódi párbaj, ami még nem az élő, ugyanígy ringben vagytok, igen. Ott viszont már nem duett lesz majd, hanem párbaj, ugye? Igen, az konkrét párbaj, az nagyon érdekes lesz, mert ott nem kell úgymond visszahúzódnom ilyen alulrendelt szerepben, ott tényleg arra vérre megy a játék. Viszont mondok egy titkot, én most néztem meg ugye a második adást, mert ugye hétfőn és kedden van adás, és már bemutattak egy csomó kis részletet a következő adásból, így ahogy éneklek. Szóval érdemes megnézni, mert szerintem tök jó lesz. Tehát most tudjuk akkor, hogy mikor van a következő? Tehát az jövő hét, hétfő, kedd? Lehet, az lehet. Na, szerintem igen egyébként. Most szerintem, most itt bevágtak egy csomót rólam a Knockouts-ról, így a mostani adásban. Én azt sejtem, hogy inkább akkor jövő hét, hétfő vagy kedden lesz az adás, igen. Tehát ez a neve, ez a kiütés tulajdonképpen? Vagy kiütéses párba, igen, hogy hívják? Igen, K.O. kiütés. Ugyanígy még ringben. És ha azt megugrod, akkor utána már bent vagy a legjobb hány között? Az élőadásban. A legjobb 20 között. Aztán. Atya úristen. Ha azt meglépem, akkor benne vagyok az élőadásban, top 20. Igen. Látsz már olyanat az ellenfelek között, akiből így lehet érezni, hogy nagyon jó, és esetleg odaérhet? Van már, aki bent van az élő? 100%. Hát nekem van egy top 5-ös, szerintem, aki benne van a top 5-be. Például Jordan Smith, az a nagyon nagy darab csávó. Hát még ez nekünk még ismeretlenek. Nem, mert még így nem tudjuk. Nem tudjuk. A kasszablát látunk, élőben nem nézünk. Nem mondok neveket. Van egy, én el tudok képzelni egy pár embert. És te benne vagy a top 5-ben? Amikor nagyon optimistán álmodok, és nem pessimista vagyok, akkor igen. De aztán abban a pillanatban, hogy átlendülök a pessimista oldalomra, akkor nem. Hát nézd, figyelj! Bármeddig jut az ember, azért ez tényleg hatalmas dolog. Hát Amerikában, ahol tényleg mindenkinek van hangja, mindenkiből ömlik a zene, és minden sarkon dobol valaki úgy, ahogy Európában például, csak nagyon kevesen egyébként tényleg, és itt mindenki a zenével, és mindenki az énekléssel foglalkozik, benne lenni akár még a top 20-ban, egy 300-350 milliós országból egy ilyen műsorban, azért ez elképesztő. Ez elképesztő nagy. Meg te is elmondtad, hogy a... Igen. Hát, hogy igazából még az élőadásba be se kerültél, és már egy 10 milliós városban rád köszönnek az utcán, tehát, hogy ez mutatja nekem a műsorok fantasztikus erejét. Amikor apukád szemébe nézel, mit látsz? A kontaktlencsét vagy a dollárjeleket? Jó, hát azért ne legyünk álságosak, azért nagyon-nagyon komoly pénzről is szól, hogyha hosszú távon gondolkodik az ember. Tehát te se azért mentél oda, hogy aztán mindenki meglapogassa, átadat adjanak néhány promo cuccot, aztán hazaküldjenek. Igen. Hát karriert akarsz csinálni.
Nyilván ezt akarok karriert csinálni, hát meglátjuk, hogy mi lesz a vége. De azt, azt viszont ugye két, hogy mondjam, ezt csúnyám, nem akarom csúnyám mondani, de két fronton gondolkozom, ugye. Én a magyarországi karriert ugyanúgy akarom ápolni, meg, meg folytatni, csak lehet, hogy kevesebb buli lesz egy hónapban, ugye nem havi, nem tudom, 20 buli lesz, hanem akkor csak havi egy buli. De az meg nagyobb lesz, meg minőségibb lesz. És egyébként a, az apukám, az én menedzserem Magyarországon ezt fogja folytatni, a magyarországi karriert. Hogyha valami elindul Amerikába, akkor ott, ott a Voice-nak ugye vannak szerződése, hogy milyen menedzsmenten mehet, meg milyen lemezkiadóban. Hát ebben nagyon profit, hogyne. Persze, persze. De jó lesz látni egyébként majd a honlapodon, hogy felülni, szeptember 2 Boston, szeptember 3 Tápió György. Figyelj, mi a fődíj egyébként? Mit kap az első? Talán erről a múltkor nem beszéltünk, vagy aki nyer... Nem tudod? Nem azzal promóznák a Gwen Stefanit kutyapózban. Mert ugye az X-faktorban... az X-faktorban, okay. Például a magyar X-faktorban mondják, hogy és a nyertes kap egy, mit tudom, lemezszerződést, egy kiadóval, nem tudom, egy utazásat, tehát a Voice-ban nincs ilyen, hogy elmondják, hogy lehetőséget egy producerrel együtt dolgozni. Nem szokták annyira elmondani, szóval nem szokták hirdetni a műsorban. Szóval nem szokták úgy felvezetni a műsort, hogy és hogyha első vagy, akkor megnyered ezt, meg megnyered azt. De viszont tudom, hogy ha bekerülsz a top 4-be, akkor biztos a lemezszerződés. Ugye, mert egyébként ez is tök nagy büszkeség, hogy ugye most benne vagyok a top 48-ban, 50 ezer emberből, és az azt jelenti, hogy most minden 48, aki benne van, annak hivatalosan, technikailag van Universal Records szerződése. Szóval én most technikailag egy Universal Artist vagyok. Csak, hogy mondják, ezt polcolják, ameddig bekerülsz mondjuk a top 4-be, és akkor azt mondják, hogy na jó, akkor most él a szerződésed. És ez egy tök jó dolog, meg az, hogy milyen más ajándék van. Nem, nyilván erre az Okio szerződése azért van lehetőség, hogy már most ugye te ennek a tagja vagy, mert tudják, hogy ki van Zetki, és nehogy esetleg elvigyenték. Alias Kozsó. És ezért inkább ők aláíratnak veled egy szerződést, aztán bekerülsz a legjobb négyben, lehívják ezt az opciós jogot, de hát nehogy Zetki, ugye. Nehogy bekavarjon. Nehogy más elvigyen. Figyelj, és a jövő hétfő keddi adásban is egyébként a te mentorod, az Adam Levin dönt arról, hogy ki jusson tovább, vagy ott a másik három zsűritag mondja meg, hogy nekem ő jobban tetszett. Megint az Ádám bátyám fog dönteni. Ádám bátyám. És ugye itt a Dároz, a párbaj adásban minden zsűri tagnak volt 2 darab lopási lehetőség. Nem tudom, hogyha néztétek, ez azt jelenti, hogy ha mondjuk az Ádámnak nem tetszett az egyik versenyzője, és ő mondjuk hazaküldte, akkor a többi háromnak volt lehetősége ellopni azt a versenyzőt, hogyha akarják. És ez az előző adásban 2 volt, és a knockout adásban csak 1 lehetőség van, szóval egy kicsit feszültebb a hangulat. A zsűri itt már egy kicsit privizik, vagy mint a Pharrell Williams-el lehet egy kicsit beszélgetni, vagy öltözködési tanácsokat kérni, vagy bármit? Vagy itt még mindig nagyon felvett adások, távolságtartóak, majd lehet, hogy már az élőben, ahogy az ember ott egy kicsit ott jön, megy körülöttük, ott már azért lehet bandázgatni velük. Mindenki azt mondja, hogy az élőben. Mindenki azt mondja, hogy akkor lehet nagyon megismerkedni a még a saját mentoroddal is. Ugye annyit tudok elmesélni, amit az adásban látható volt, az, hogy együtt dolgoztunk az Adammel, meg a John Fogarty-val, de annál többet nem nagyon tudtam beszélgetni senkivel. Kaptam egy e-mail címet, és meg tudom köszönni, hogy egy. De válasz nem jött. Figyelj, nyilván szanaszét vannak, ők is koncerteznek, persze, de hát ha már az élő bejutsz, vagy jutnál, hát akkor az aztán még szorosabb a kapcsolat majd, persze. Igen. Linda, a tesódi rogat, vagy drukkol, ott van kint? Folyamatosan még nincs kint, megígérte nekem, hogy ha bekerülök az élőadásba, akkor ott lesz az első sorokban, és kijön, de hát folyamatosan drukkol, meg nem csak drukkol, hanem egyébként gondolkozunk előre, így fel akarunk készíteni magunkat bármire, hogyha kiesek a következő fordulón, akkor is készen akarok lenni új anyaggal, meg nem tudom, és egyébként a Linda zseniális zeneszerző is, és ezért csomó dolgozunk is együtt. Nagyon drukkolunk neked. Nézzünk, drukkolunk, és várjuk a híreket. Hát ez egy baromi nagy dolog, és nagyon büszkék vagyunk rád. Végre valaki nem csak beszél róla, hanem tényleg előbb-utóbb most már valóban világszár lesz. Lehet, szavazunk is. Vigyázz magadra, jó? Köszönjük szépen, gratulálunk, nagyon-nagyon ügyes vagy. Király Viktornak köszönjük szépen, jó éjszakát, aludj jól, köszönjük, ciao, ciao. Szia. Itt vagy mi? Halló? Ne, lehetetlen már. Itt? Halló? Viktor? Halló?
Hé, vagy? Basszus. Na mindegy, megérdemli a pihenést, jó, hogy elment. Mert kimérnie kell a hangját. Igen. Döbbenet egyébként, hogy mik vannak, hogy annyira univerzális ez az ember Amerikában, hogy már több helyre nyilatkozik egy időben, ez egyszerű, hogy megugorja a teljes kontinuumot. Ezt csak Marty McFly tudta megcsinálni. Igen, meg hogy 1985-ből egyenesen 2015. október 21-ébe repült. Az időeltolódás, biztos, amiért. Na, drága hallgatók, többen írtátok, hogy beszélhet egyszerre több helyen. Ennyire jó a pali. Ennyire jó a pali. Kiméltük őt, és 5:30 és 6:45 között készítettük el egyébként ezt a beszélgetést, csak hogy kiszolgálhassunk meneteket, és hadd tudjon egy kicsit pihenni, de kapjuk az SMS-eket, hogy Viktor annyira univerzális, hogy több helyen is egyszerre nyilatkozik. Én meg mászítom, hogy Nacsa végre megtanult egy újabb hangot. Hát lehet, hogy itt volt az igaz, és a másik hely meg az ország átvágása történik, igen. Na, hát nagy dolog. Aki szeretné, nézze, jövő hétfő kedden örüljünk, és ne azt nézzük, hogy milyen az akcentusa, meg hogy beszélünk, milyen valaki mögé álljunk már be együtt, és mondjuk más, hogy de jó, basszus, ha csak 4-szer mondja el egy 15 milliós műsorba, hogy igen, Magyarországra jöttem, magyar vagyok, és csak 3-mal több embernek van kedve idejönni, vagy megismerni ezt az országot, már nyert ügyünk van. Azért ebbe is belelátni rosszat, hát azt nem is értem. És gondoljuk bele ebbe a szituációba, hogy itt amerikázzák, föl állandóan azt mondják, hogy az amerikai fiú, ott meg a magyar fiú. Azt mondják, hogy a magyar fiú. Szegény. És ott azért az a magyar fiú, az ebben az esetben az egy nagyon nagy dicséret. Mert ugye többször hangsúlyoztak, hogy megvannak rajta döbben, vagy valaki Közép-Európából, ilyen képességgel, ilyen kvalitással, ennyire jó angol nyelvtudással, hogy? Igen, nagy dolog. Na, jól van. Viktornak szurkolunk, 7:58 pontosan 1 perccel. Október 21-e van, ne felejts el senki, hogy Marty McFly és Doki ma délután megérkezik a jövő hétre. Ha igen, majd kereszt be az M3-ason. Ha láttok egy repülő DeLorean, tudjátok, hogy Marty, a Doki és Jennifer, azt hiszem így hívták a csaját, az álomkeltő generátorral megérkezett 1985-ből. Ja, Istenem, jó egy kicsit gyereknek lenni tényleg, és ezeknek újra örülni. A film szeretőknek azért ezek nagy dátumok, beszéltünk erről egyébként már hétfőn, hogy mi az, ami megvalósult, és mi az, ami nem valósult meg. 7:58 pontosan 1 perccel Óven bátyúval jövünk. Ákos, ide jutam. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan, 2 perc múlva 2015, október 21-e. Kicsit rá vagy gyógyulva. Ez a filmrajongóknak egy nagyon fontos, mítikus dátum. És hát a filmrajongók el vannak kényeztetve ezen a héten, hiszen Star Wars, trailer, teaser, amit akarunk, tegnap ugye erről szólt a Morning Show, ma pedig egy nagyon fontos dátum. 2015. október 21-e, amikor is Doki, az őrült gülüszemű feltaláló és Marty McFly visszatér a jövőbe. Á, nagy dolgok ezek. Jó újra gyereknek lenni, amikor ezt az ember látja. Akinek kimaradt, magára vessen, ugye? Mert az új kígyós. Gyerekek, nem volt a moziban. Nem volt, ezt már megbeszéltük, nem nagyon látták, de ezek fontos dátumok. Ezek nagyon fontos dátumok. Jó, de még nem láttuk a diktátort. Chaplin tőlő meg látta. Többször is. Igen. Az nem lehet véletlen, hogy előttem egy trágyaszállító kocsi megy. Ez Dávid küldte nekünk. Mert hogy Biff többször találkozik ebben a trilógiában a trágyaszállító autóval. Igen. Az első részben, a második részben és a harmadik részben is, amikor 1885-ben vannak, a vadnyugaton. De jó is az, ugye? Találkoznak többször a trágyaszállító. Ott már egy gőzmozdony turboznak fel. Annyira jó. Az is nagyon jó. Annyira jó. A 6-os úton kakasnál vadgázolás miatt félpályás útzár már látszik, a vége lehet haladni. Széna WC papír Árus küldte nekünk. Angliából jelentem, az idő nem okoz csalódást. 11 fok van és esik. Az utak jó járatóak, sajnos 20 perc múlva nyitom a boltot, az adás végét majd bepotolom. Puszi Ági Középnyugat földéről. Malvenben van, köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy tudunk-e valamit a 81-es útról, Győrnél fel lehet menni az M1-esre, Hegyeshalom felé, köszi az infót, vagytok a legjobbak, Dávid 94 küldte nekünk. Egyelőre nem látjuk ennek az ellenkezőjét, ha valami jön, akkor mondjuk. Nyuszi vagy McFly, kérdezi. Kérdezi valaki SMS-ben. Az M1-esen a 141-40-es kilométer kőnél a felüljáróról mindkét irányba mérnek, ezt is SMS-ben kaptuk, köszönjük szépen. És már csak azért nem foglalkozunk ezzel kicsit részletesebben, hiszen pontosan 2 nappal ezelőtt már kiveséztük, hogy mi az, ami megvalósult, mi az, ami nem valósult meg, mi lett igaz az 1985-ben felvett 2015-ből, és mi az, ami nem jött össze. Megállapítottuk 2 nappal ezelőtt,
hogy tulajdonképpen nincs álomkeltő alfaritmus generátor sem, nincsen nincs. Repülőautó, nincsen pizzahidratáló és önbefűző cipő és kabát sem. Tehát a legtöbb dolog egyébként nem jött össze abból, amit jósoltak ugye a filmkészítők, a forgatókönyvírók. Egy-két apróság csak. Egy-két apróság. Te a deszka az összejött. Hát, nyögvenyes a pálya kell hozzá, igen. Tehát hogy azért az még egy picit odébb van. De a témával kapcsolatban mi is elmondhatok azt, hogy mi az, amire mi vágynánk, hogyha a jövőben összejönne, és Feri elmondta, hogy azért az a olyan jókat küldtek a hallgatóink, annyira szerettem a két nappal ezelőtti témát tényleg, amikor elküldik, valaki körönvágó gépet találna fel, hogy berakja és levágja a körmét. Valaki az önműködő szakálvágó gép hozzáérintett az arcodhoz, mint ahogy egyébként Jennifernek a sminkészlete ugye van, hogy hozzáérinti az arcához, már ki van festve, és levágja a szakállat. Az antihisztiamin tabletta, ami ugye arról szól, hogy a gyereknek beadod. A kikapcsoló gomba gyereken szintén. Igen. Ugye? Hogy az is mennyire zseniális volt. Kikapcsolod a gyereket, és egy órára parkolópályára tudod tenni. Ezért küldtek jó dolgokat a hallgatók. Igen. De mindez semmi amellett, hogy Feri egy csípet építette, ami kinyitja a bankautomatát. Nem, már megragadtatok a nyitásnál, de hogy az mennyi lehetőség és a van benne. Mennyi lehetőség van, ti azt nem látjátok. Nem. Amatőrök vagytok. Ezt nem láttuk. Egy pici részlet, csak azért az íze véget. Taxis, azt hittem, hogy repülünk. Persze, hogy repülünk. Emért, mi folyik itt, Doki? Hol vagyunk? És mikor? Hamarosan megérkezünk a kaliforniai Hill Valley-be. Délután 4 óra 29 perckor, október 21-én, méghozzá 2015-ben. 2015-ben? Akkor ez most a jövő? Miről vesz? Te 16 óra, mikor? 16 óra 25. Kaliforniai Hill Valley. Aha. Akkor? Az helyi idő. Az helyi idő szerint 16 óra 25. Ők ugye előrébb. Visszafelé vannak. Nem, előrébb nem. Ha nyugatra mész, akkor előrébb vannak. Ha visszafelé vannak, ha keletre mész, akkor vannak előrébb. Tehát, magyar idő szerint mikor érkeznek? Feri? Számolt ki a csippel? Mennyi a különbség? Látok, ha lenne csipünk, már az is tudná. Tehát Kaliforniában megérkeznek 16 óra 25, mondjuk tételezzük fel, hogy téli-nyári időszámítás, nem tudom, mondjuk legyen 8 óra a különbség. Igen. 6 óra ugye New Yorkban, körülbelül 8 óra. Hát akkor 8 óra 25 perc. Tehát Los Angelesben van, Los Angeles 9 órával vannak hátrébb, tehát ha 16 óra 25-kor érkezek a kaliforniai Hill Valley-be, akkor 9 órával hátrébb? Akkor az már nálunk holnap lesz. Érted? Tehát nem levonni kell, hanem hozzáadni a 9 bizonyán órát. Akkor hozzánk. Tehát 16 óra 25-höz adjál hozzá 9-et, az 25 óra 25. Tehát holnap igen, hajnali 1 óra 25-kor lesznek ott. Na, csak mondom, hogy van egy. Na hát ez a baj, ezért nem érted a csippet se. Ezért nem érted a csippet. Holnap mikor pontosan? Holnap hajnali 1 óra 25-kor lesz Kaliforniában. Mert van egy martinmcflycountdown.com. Igen. És ott azt írják, hogy 17 óra 38 perc, 10 másodperc egyébként, de az ugye az ottani idő szerint méri. Tehát a kaliforniai Hill Valley-t méri, és akkor jól számol, mert náluk most még nagyjából éjfél van, vagy egy óra, és ahhoz képest még 17 óra. Ja. Ugye? Visszaszem, martinmcflycountdown.com, annyira beteg. Figyeljetek, ha holnap valaki a hallgatóink közül ebben az időpontban hajnali mennyi? Egy óra? Hát egy óra 25 perc. Egy óra 25 perc elküldi nekünk SMS-ben, hogy most? Azok között kisorsolunk egy ajándékcsomagot. Jó, az holnap reggel mi meg tudjuk nézni. Holnap reggel meg fogjuk nézni, az SMS falunkat megnézzük, és hogyha 1 óra 25-kor valaki elküldte azt, most érkezett meg Márti. Most érkezett meg Márti. Magyar idő szerint. Nagyon magyar, fontos. Magyar idő szerint. Igen. Az eBay-en lehet kapni olyan cipőt, amiben a filmben volt, nézzétek meg, 9000 dollár. Igen, ezt megcsinálta az egyik sportszergyártó, igen. Na, játszunk, jó? Itt van a játékosunk. Reméljük, hogy sokan láttátok ezt a filmet. Elnézést, ha valaki esetleg nem látja neki, ez most nem egy ekkora öröm, de értsétek meg, filmrajongók vagyunk, ez egy fontos dátum. A 2015. október 21-e. Itt van a hallgatónk, Óven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Ha össze akarnálak zavarni felé, akkor elmondanám, hogy van egy 1985, ami az alternatív 1985, ahol Biff gazdag és befolyásos. Az anyja úr, ki ez a Biff? Ugye? De ez csak azért lehet alternatív 1985, mert ellopták a Sport Almanachot. És odaadta saját magának.
De nem mondhatod valamit. Eltérült az időkontinuum. Aha. Eltérült. Ja. Igen. És Márti édesanyja Biffnek a barátnője lett. De akkor Márti nem születhetett volna meg. Nem születhetett volna meg, ha egy idegen csávónak a felesége. De hiszen akkor nem szülhette volna meg Mártit. Nem ő szüli meg, nem menjünk ebbe. Nem ő szüli meg, de egyébként csak mondom, hogy ha ott lettél volna a gag meetingen, amikor összedobálták a filmnek az ötletét, akkor mondták volna a producer, na jó, a srácot most vigyétek ki, jó? De ehhez nagyon nem. Rendben, nagyon kellemes az orgán, nekem is nagyon szimpatikus, és az a csülök, amit hozott. Fantasztikus, de vigyázz most vigyétek. Halló, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Henny, hello Henny. Láttad a Visszajövőbe című filmet? Nem láttam még sajnos. Nem áll. Vagyunk ezzel így egy páran, tudunk élni elnélkül. Nem áll, hogy mi a kedvenc filmen? Őszintén megmondom, nekem úgy kedvenc filmem nincs. Mondjuk, amiben a George Clooney van, az a kedvencem. Na no. Szép, hát George Clooney. George Clooney, mi? Szeretjük. Akkor vészhelyzet rajongó vagy. Igen, igen, néztem régebben meg a Grease Klinika, meg ilyenek. Jézus, atya Isten szegény. A vészhelyzet egyben nem volt rossz, a Grease Klinika az már egy kicsit meredekebb. Onnan már csak egy ugrás a Schwarzwald Klinik. Brinkmann professzor. Tényleg ilyenre te emlékszel, hogy Fekete Erdei Klinika, vagy Fekete Erdő Klinika, vagy mi volt a címe? Azt nem néztem. Nem, mert fiatal vagy. Nem. Fiatal vagy még ez. Mit csinálsz? Éppen dolgozom. Mit dolgozol, Ani? Gyárban vagyok, CNC-gépen dolgozom. Hmm. Eszterga gépen dolgozol? Igen. Azt a betyárját, hát azért az inkább egy pasis foglalkozás, nem? Hát igen, így alakult. Ugye balról nő a szakmám, és ugye nem tudtam benne elhelyezkedni, és így alakult, hogy így dolgozom. Eszterga gépen dolgozol. Na jó van, Henny, próbálunk segíteni, jó? Figyelj! Oké. Okay. Na, mutatjuk, hogy mit csinálnak, ez még kevésbé fontos. Óven bácsi Beru néni végső elkeseredésében kardozni kezdett. Lecserélték a fénykardokat. Ez 1.0-as verzió még. Igen. Na figyelj, ez egy amerikai kalandfilm, jó? Kicsit segítek, tudni fogod szerintem. Figyelj. Mutatjuk még egyszer. Hosszabbat lehet. Hosszabbat, figyelj, persze. No, hát ez így nem már lehet tudni. Emlékezni. A zene az ismerős, de címet azt nem tudom. Nem tudod a címet, a zene ismerős. Ugye előadó sincs meg esetleg, hogy ki kornyikált ott a fák között? Mutatjuk ezt meg egyszer. Nincs meg? Senki? Nincs. Na. Akkor elmondom neked, ez a Robin Hoodnak volt a főcímdala, és Bryan Adams. Ez az, igen. Hát én sajnos nem láttam a Robin Hoodot. Azt se láttad, nem sok mindent láttál, Hánikém. Jól van. Nézd meg. Sajnálom. Egyébként egy egészen jó Robin Hood feldolgozás, tehát egy egészen jó, szerethető. Nem sajnálom, mert legközelebb. Mi is. Kevin Costner szereted? Nem szeretem. Na, jól van, puszilunk, csáó, köszi játékot. Köszi, hello, sziasztok. Hello. Nem tudtunk segíteni, minden oldalról megpróbáltuk megtámogatni, segíteni, de nem. Így nem van. Ment. Így van. Pedig ő közben egyébként Szilágyi Áron is betelefonált, hogy tudja, hogy milyen vágásokkal küzd. Igen. És hogy egy ajándékcsomagért megmondja. 6 perc, pontosan 8 óra van, friss közlekedési híretek. Küldjetek, mi pedig jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk pontosan, 8 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és folytatjuk, és szerda van, hogy elment ez a hét, ugye? Mondhatjuk nyugodtan, hiszen már csak egy nap, ami... A munkát illeti pénteken október 23-a van, úgyhogy munkaszüneti nap, reméljük sokaknak, sokatoknak. Úgy, és nem csak a nemzeti ünnepünkön, hanem az utána jövő két napon is egyébként gyönyörű szép idő lesz. Így van, jön a jó idő, most már tényleg nem csak ígérjük, hanem meg is érkezett itt Budapest felett is. Szikrázó napsütés van, ami egyben azt is jelenti, hogy picit hideg van. Öltözöm fel mindenki jól, de napközben már jó idő lesz, 13-15 fok. És ahogy Jani is mondja, egész héten. A hétvégét is beleértve, igazi indián nyár, amit már nagyon szerettünk volna. Hát az elmúlt egy hónapban nem nagyon láttuk az eget, és annyi eső esett, mint még soha. Elképesztő volt, de itt a jó idő.
úgyhogy lehet menni még egy kicsit ki az utolsó sugarakat élvezni. M3-as Pest irányában jól járható Anti küldte nekünk. A 26-os főúton Ózd belterületén mindenki vigyázzon, trafi van. Nagy Árpi küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Robin Hooddal betapad Szala írja. Hát igen, egy jó kis Brian Adams. Igen, Henny érdekes volt, semmiről semmit nem hallott soha. Kivéve George Clooney. Ugye, szereti, meg, George Clooney szereti, de hogy Brian Adams, Robin Hood, semmi. Viszont, hogyha egyszer beszabadul, ha még van ilyen videótékában, akkor onnantól kezdve neki minden kánoán lesz. Ott igen, és igen. Ez tök jó. És a visszajövőbe semmi. Igen, picit mi is meglepődtünk. 85-ösen Farádon mérik a sebességet, Fehér Szeádból Joci üzente nekünk, aztán az imént jelentek meg Márték a lakásom előtt, tegnap lehet erős buli volt. Nézzük még, hogy mi a helyzet. Azt mondja, hogy Gödöllőnél Nyíregyháza irányában az M3-as teljesen be van állva, minden sáv áll, én itt állok, ha ti tudtok, akkor kerüljetek. Köszönjük szépen. Nem működnek a vasúti jelzőberendezések Székesfehérváron, az Újcsóri úton, ez is veszélyes lehet, vigyázzatok. És a környei autópálya lehajtójánál, a Tatai Tesco előtt baleset van. Kócos küldte nekünk. Óvatosan menjetek arrafelé. Arrafelé is. Na. Igen, írjátok nekünk, de hát erről beszéltünk, van, aki azt mondja, most kell tőle, és azt írja, hogy figyeljétek, ma Márti McFly-t is adok itt, figyeljük. Hát erről beszéltünk már egy ideje. Viszont van valami más jelenség, amiről én szeretnék egy kicsit beszélni. Nem mondom, hogy néhány mondatot, mert úgyse néhány mondat lesz. De én azt hittem, hogy ezt már nem csinálják, és ugye egyszer már korábban én beszéltem arról, hogy nálam milyen érdekes csatornákat fogni. Hogy milyen érdekes csatornák vannak, mert ott van többek között például az Érd Televízió, az Érdi Híradó, és Phoenix TV, egy csomó mindenem van. Hogy ezek archív csatornák, vagy nem tudom, de zseniális adásokat találok. És van egy úgynevezett hatos csatornám. Van hatos csatornátok? Nincs hatos csatornátok. Ez a neve csak, hogy hat? Ez a neve, hogy hatos csatorna. Hatos. Nem éltetek még igazán, ha nem láttatok hatos csatornát. Én este 9 és 10 között azzal mulatom az időt, hogy mindig először is nem kapcsolom be a kis, nem tudom, a kis dobozomat, az a set-top boxot, hanem csak simán földi sugárzású csatornákat, van 20 darab, azokat így áttekerem. De ilyen Pax TV, Ért 2, ja, hát hatos csatorna, olyanokat találsz, hogy megőrülsz, tényleg. Pax TV nekünk is. Zseniális beszélgetések, zseniális stúdióvilágítás, izzadó vendégek, minden van. Tehát komolyan élmény nézni. De nem is ez a megdöbbentő a dologban, hanem az, amit én láttam a hatos csatornán, és én azt hittem, hogy ezt már nem csinálják, vagy hogy ez már kiment a divatból. Na, valaki bugyi nélkül portörölgetett? Nem, Anetka már nem jön vissza sajnos, pedig azok egyébként egy szabadabb televíziózás időszakát jelentették, amikor Anetka esti tornázott. De hát hasonló a színvonal. Ott még csinálják ezt a távgyógyítást, amit ugye régen nagyon sok helyen csináltak, a Budapest TV-től elkezdve, én nem tudom hány helyen gyógyítottak, ugye hát a Gyurcsók volt ennek a képcsőre. A nagykövete, igen. Hát ne hátulról előről. Igen, érzi a melegséget, igen, befostam. A burkolatot ne távolítsa elé, baleset és életveszélyes. És van egy pacák, aki egyébként már régebben a Budapest TV-n is gyógyított, és én azt hittem, hogy őt nem nagyon engedik már tévé közelébe. De a Palival nincs baj, tehát szimpatikus, meg teljesen normális, de hogy ő még most is gyógyít, és távműt. Távműt? Na most 10 évvel ezelőtt távműtött valaki a Budapest TV-n, és akkor azt még sokan megnyalták, oké. De a Pali a mai napig dolgozik, és a mai napig végrehajt különböző műtéteket. Dolgozik. Igen, ezt a szó ezekkel is praktizál. Doktor úr. Doktor. Praktizál. Igen, ők a telegyógyítók, és mondom, a hatos csatornára kapcsolsz, akkor látod, hogy ott van egy Tamás nevezetű orákulum. Orákulum? Orákulum. Orákulum is. Aki lejegyzetetem, Csontkovács spiritista és fantom testműtő. De várj, akkor fantom testeket műt, vagy? Fantom testműtő. Tehát ő azt mondja, hogy van a tested, a fizikai tested, és akkor az asztrál test, az éter test, nem tudom, és a fantom test. Uh-huh. A fantom test műtő, az nem a stúdió? Hiszen ott műti a fantom testeket, amikkel ő nem találkozik. Hiszen azok fantom testek. Figyelj, a Pali megdöbbentő. Tehát az, hogy ő élőben neked megcsavargatja a gerinc csigolyáidat, mint amikor te odamész valakihez és megcsavargatod a mellbimbóját, de hát akkor ugye van fizikai kontaktus, hogy kiemel, hogy visszatesz, hogy... Kiveszi az egyik gerincemet és visszatesz. Uh-huh. Megműt. Megműt a pacák egyébként. És mindezt úgy, hogy közben ugyanazokat a mozdulatokat csinálja, mint a tanárbá, ugye mindenki elődje a Gyurcsók, hogy
simogatja a testet, letisztítja az aurát, kiemel, forgat, visszatesz, kommunikál közben. Az egyébként 80 pluszos, nagyon aranyos, kicsit zavarodott hangvételű, nagyon idős nénikkel, akiket baromira tudok sajnálni, de ha nincs más, akkor próbálják meg ezt is. Nem tudom, hogy ez a jó megoldás. A körülbelül ilyen beszélgetések annak, hogy igen, aranyom, okay, nagyon fáj. Letisztítom az asztráltestet, kiemelem a gerincet, csavarok rajta egyet, visszatetszem. Köszönöm, már sokkal jobban vagyok. Vissza tudnál rakni egy percre a gerincet, mert most oda kap a szilva lekvár. Körülbelül ezt hallod, és gondolkoztam azon tegnap, amikor én ezt láttam, hogy ez most felvétel volt, vagy élő, nem tudom, lehet ez egy régebbi adás ismétlése volt, hogy vajon lehet-e ebben hibást keresni? Kell-e? Vagy van egy kínálat, van egy kereslet, az ember betelefonál. Hihetünk-e annyira valamibe, hogy tényleg meggyógyuljunk, és ha nekem kiemeli a balagyféltekémet, megmasszírozza, akkor valójában elmúlik-e a migrénem? Szóval, hogy működik, mi a lélektana, és ki az, aki egy ilyenbe betelefonál? Nagyon érdekes a dolog. Hát, a lélektana, abszolút. Amikor 80 pluszos szegény nénit kihasználják, és az utolsó fél évét is elveszik, de nem csak ők vannak, akkor de nem használod ki. Senki nem áll a néni mellett fegyverrel, hogy telefonáljon be. Ez a kihasználod a szegény nénit, oké. Okay. Még nem bízik már a körzeti dokiban, érted? Tudod, hogy ez a fiatal ember, nem, hát ilyen fiatalon nem lehet jó orvos. De gyerekek, micsoda bátorság gerinc műtétet végrehajtani? Altatás nélkül. Altatás nélkül gerinc műtétet végrehajtani, azért arra tényleg, tehát készülnek, bemosakodnak, haddoki van, asszisztensek vannak, anesteziológus, mindenki. A pacák meg ott ül egy feltűrt ujjuk és flanelingben, és megműti a gerincedet. És a döbbenet az, amit nem tudtam megfejteni tegnap se, hogy mitől mondják azt, hogy jobban vannak. Mitől? Ő nem mondja azt, hogy hazudja azt, hogy jobban van, megkérdezi jobb, és hallom az ember hangját, az igen, már nem fáj annyira. Már nem fáj annyira. És nála is a megműtött gerinc. Jobban érzi magát? Nem. Akkor be kéne fáradnia az irodánkba, be kéne fáradnia hozzám, mert hogy ugye annak idején egy Gyurcsók úr azt mondta, hogy abban az esetben, hogy neki nem sikerült ott a televízió képernyőjén keresztül élőadásban megoldani a problémát, akkor el kellett hozzá fáradni a Visegrádra. És akkor ott viszont tudod segíteni. És akkor ott megvár, igen. Készpénzért. Nyilván. Azt hagyja, hogy el kellett fáradni Visegrádra, de ott sorok álltak állítólag. Sorok. Tehát délután kettőkor odaálltál 2 liter pívízzel. Áldja meg a mester. Áldja meg a mester a pívizedet egyébként, és tudjál egy kicsit hidratálni, hogy ne száradják ki. És fogadja ezt a 30 tojás bio. Fogadja a 30 tojás, és másnap hajnalban, 7:30 vagy reggel, te bejutottál hozzá. Sorok álltak. Sorok álltak az ő Visegrádi utcájában. Tehát elképesztő, hogy kiben van a hiba? Aki csinálja, aki gyógyít, hisz benne, működhet? Valójában lehet, hogy működik? Mondjatok rá valamit. Hát, hogyha nekem fájna, én nem mennék el egy ilyen emberhez a gerincet. Nem lehet a gerincet, nem lehet úgy jó, megműteni. De akkor egy migrénnel, egy semmivel egy porckorongban, egy tért fájással. Ez népentetés, hát, nem próbálja lehet. Az evés, tehát hogy én azt gondolom, hogy felének utána kéne néznie a csomagnak, hogy hát, ha van egy olyan csomag a helyi szolgáltatónál, amiben benne van a melyik tévé, hatos csatorna, érted, oda kell ülni a tévé elé, azt mondani kell neki, hogy nagyon fáj abban a felső. Tehát valami, lehet, hogy... Nekem most például fáj a lábam, fáj a jobb lábam. Na, persze, akkor most fölhívom Tihanyi doktort, és akkor ő azt mondja, hogy akkor Ferenc, feküdjön a hátára, kicsit megrángatom, ez most lehet, hogy fájni fog, és akkor nem fog fájni, hagyjál már Balázs. Én azt mondom, hogy működik. Hát ha találunk egy hallgatót, akin ez működött. Tehát telefonáljatok be nekünk 555-55-00, mondjátok el, hogy miben telefonáltatok be. Azt már nem ismerem feltételezni, hogy hát ha találunk valakit, aki így gyógyít, hallgat bennünket, és bemer telefonálni adásra, mert annak örülnénk a legjobban, nem akarjuk bántani, nem akarjuk ízekre szedni, csak mondja el, hogy milyen képesítése van. Igen, én a 6-os csatornán éjjel 1-kor aura látok, asztrál testeket tisztítok, és nem tudom, porckorong sérvet műtök, hogy mondja el, hogy csinálja, milyen képzettsége van, engem milyen hatásfokkal dolgozik. Leginkább, hogy történt a tanulás, tehát a tanulásnak volt a folyamata, hogy őt is távtanították, vagy levelezőn tette le ezt, vagy pedig meg kellett jelennie valahol, és oktatták. Várjál, ő fantomtestet emelt ki. Hogy? Ezt mondtam, fantomtestet. Nem az enyémet, kiemelte a fantomtestet,
És úgy szájtátva néztem. Én ezt évekkel ezelőtt láttam már. Tehát én erről tudtam, hogy ez a jelenség van, csak én azt hittem, nem láttál hogy... semmit, csak néztél egy embert, aki beszél, nem? Igen, hát úgy értem, hogy láttam ezer évvel ezelőtt a Budapest TV-t. Láttam a Phantom testet. A Budapest TV-n ő még egy ilyen baromi nagy, valószínűleg hamis perzsa szőnyeg előtt üldögélt, és iszonyatosan tekercsavart, és baromira műtött. Jó, akkor hogy működik? Tessék. Hallottam tegnap, hogy kapcsolták be folyamatosan a hallgatókat, mindenki 5-8 percet szánt, körülbelül megműti, helyre rakja, és azt mondja, hogy igen, jobb. Azt érzi, hogy meleg, meleg. Tényleg meleg? Hm. Tényleg. Hol meleg? Fáj, ha itt most megnyomom? Mit? De nem volt ilyen. Nem tetszik itt lenni. Nem volt kétkedő. Nem volt olyan, aki azt mondta, hogy nem fáj, nem érzek semmit, nem lett jobb. Mindenkinél működött, és mindenkit meggyógyított. Statkók? Itt hát van benne. Hadd Statkó betelefonál, hogy működjön, és a többi aztán nem statiszta. Hogy működik? Nem, tényleg, az első meg Statkó. Tamás, szerintem az első az. Tamás, úgy érzem, hogy igen, már kell szállni a pörk a szám szélén, hogy akkor át tudna nézni a konvektorra is. Mert hogy az ember elvégez bizonyos tanfolyamokat, és hisz bizonyos dolgokban. Tehát nem azt jelenti, hogy nem lehet mondjuk energiával gyógyítani. Nem azt jelenti, hogy nem működne az agykontroll. De amikor te kézzel kiemeled a gerinc, igen. Na, hát itt a gerincet, szerintem... csavarsz egyet a fantomtesten, visszarakod, és kész a 8 órás gerincműtét, uh-huh. Az egy picit azért furcsa. A legfurcsább az, hogy érzi mondjuk a paciens, hogy jobb neki. Na, az, tehát hogy ez tényleg hogy működik? Nyilván tudod, nyilván azért telefonálsz be, mert számítasz a segítségre, tehát kell, bajban vagy, és már sehova nem tudsz fordulni. És van egy ilyen szuggesztív ember, aki elhiteti veled, hogy ebben a pillanatban gyógyít és segít, és elkezdesz hinni neki. Mert én egyiket az energiával, való gyógyításban hiszek. Az tehát, van hogy, egy csomó tehát, minden, ha valaki energiát fetszöl például egy orvosi diplomába, akkor én azt gondolom, hogy... Én szerintem ennél bonyolultabb a dolog, hogy összetettem. Tehát egy csomó ágazat. Vannak bizonyos energiával dolgozó technikák, a tai chi, a qigong, a reiki, a nadi, ezekben azért lehet valami, sokan csinálják, sokan gyógyulnak ezzel, tehát azt is elmész, megtanulod. De egy televízió képernyőjén keresztül azért nagy bátorság kell valakinek megműteni a gerincét, nem? Hát azért szerintem nem kell, miért kéne? Figyelj, ha a televízió... Nem jó nem hozzá. Mernék beülni, hát de miért nem mernék be, nem mernék megcsinálni. Hát de pont az, tehát hogy... elvérzik? Ja, tényleg. Hát mi van, ha ott neked érted, nem ébred föl az altatásra, túlaltatod, érted? Még két nullásvért, még két ide nullásvért, nagyon vérzik. Hát, hogy azért ez, persze, vannak dolgok, amik működnek. Én sem azt mondom, hát én is foglalkozom egy csomó minden, hiszek egy csomó minden, mert ez nem azt jelenti, hogy én elutasítom, de a palit szájtátva néztem. Szájtátva néztem, és azt gondoltam, hogy kell ehhez igenis egyfajta bátorság így beülni, vagy arcátlanság, vagy valódi tudás, vagy nem valódi tudás, vagy, nem vagy tudom. Ő is hihetetlenül módon hisz a saját magában. Lehet, hogy ő is egy ilyen csodálatos gyógyításnak köszönheti azt, hogy elkezdett hinni valamikor. Lehet, hogy ő ott ült a képernyő előtt, és még a klasszikus érában valamikor beült, és a Gyurcsók úr meggyógyította. Uh-huh. Érted? Veszette a hályogot mindkét szeméről. Igen, és akkor ő megfogadta, hogy ő is erre igen. Az útra lép. Mert hogy működik a dolog, igenis. Na, ha van hallgatónk, akit valamikor tényleg távgyógyításon keresztül meggyógyítottak, akkor telefonáljon. Hogy még egyszer mondom, hát és nem vérzett el. Hogy hát ha aki tényleg bennünket hallgat, és beült már valamilyen csatornára, és csinált műtétet, vagy akár, hát kicsi az esélye, de ha Tamás bennünket hallgat, vagy szereti a műsort, szóljatok neki, hogy keressük őt, és csörögjön be, és mondja el, hogy mit jelent az, hogy valaki fantom testműtő spiritista Csontkovács? Az utolsó kettőt értem. Figyelj, ha betelefonál tényleg, és így elintézi nekem, hogy ez a pár idegesítő. De ne mondd el, akkor hogy mi bajod van. Tehát ha ő betelefonál, akkor csak mondd el, hogy nagyjából hol érzel valamit, de ne mondd el konkrétan a szervi bajodat, és nézzük meg, hogy meggyógyít-e. Jó. Van valami bajod neked? Igen, van, akad. De nem mondom el. Így 50 felé már van egy-két dolog? Ami... Persze, szerintem rá tudom nézni egy-két dologra. Úgy érzem. Tehát van egy-kettő kis. És ha már itt van, akkor lepotyoghatna egy pár vathús is a hátamról. azt én leszedem neked. Kérdezz egy hallgató, hogy jóság, akkor varratszedésre vissza kell hívni? Hát ugye, nem, veszik felszívódó varradat. Te mit tesz be? Felszívódó varradok? Kontrollra, tényleg. Hívjon egy hét múlva varratszedés. Elképesztő volt, mert hogy tudom, mondom, én ezt láttam már sok-sok évvel ezelőtt, a YouTube-on is nagyon sok van, Budapest TV, beütitek Budapest TV élő gerincműtét, és Tamás műt. Tehát Tamás tényleg kiemelés, és műt. És azok egyébként, akik ezt a hivatást tanulták, és hogy a hagyományos utat választottak, azok időnként szerinted oda kapcsolnak, hogy kicsit tanuljanak, hogy tágítsák a tudatukat, hogy a kollega...
aki valóban ez, tehát aki mondjuk gerincműtétet hajt végre. Igen, aki rendesen orvosként. Tanult egy izét, mit tudom én, jó, hát nyilván egy gyengébb képességű orvosról, az mondjuk 10-15 évet is tanult ahhoz, hogy legyen benne elég bátorság, hogy egy másik embernek a gerincéhez hozzányúljon. Érted? Azok így leülnek a tévével, és így nézik, és így tanulnak, nyilván, és próbálják meg elsajátítani azt a fajta tudást, amivel Tamás rendelkezik. Ebből írják a disszertációkat, igen. Na, van valaki, aki becsörgött Anna itt nagyon integet. Haló, jó reggel, ciao. Na, sziasztok, Ilanya, Tamás vagyok. Tamás! Ebben nem nagyon bíztunk, hogy megtalálunk. Tamás, hello, jó reggel. Kutatásokat hallottam. Ezek nem akkora csoda dolgok, ezek tanulható dolgok. Na várj, kezdjük az elejét, hogy minket hallgatsz egyébként, tényleg? Én minden reggel hallgatlak benneteket, amikor jövök be a rendelőbe. Azt hittem megérezted, hogy rólad beszélünk, és becsörögtél. Nem, mindig hallgatom, és körülbelül olyan 8:30-ig szoktam hallgatni. Beülök reggel a kocsiba, a Magló Cityből jövök be. Hát igen, a műtétek előtt kell egy kis ugye vidámság. Tamás, hogy szólítsunk? Ester, professzor. Tamás, jó, Tamás. Jó. Na, én elkaptalak téged a 6-os csatornán. Ott vagy, jól mondom, hogy ez a 6-os csatorna lehet? Igen, sok éve vagyok ott, igen. A 6-os csatornán elkaptalak, te régebben a Budapest TV-n voltál. És én nem tudtam, hogy te még ezt mindig csinálod, és én elkaptalak a 6-os csatornán, és szájtátva néztem egyfajta nosztalgikus élményekkel, mert ugye régen téged néztelek a Budapest TV-n. Igen. Hát megadta magát sajnos az a televízió kárját. Mondhatjuk így, hogy megadta magát. Igen. Na, nem is tudom, hol kezdjük ezt a dolgot. A gerincműtétnél, vagy hogy te mikor vetted ezt észre, hogy tudsz gyógyítani, hogy működik ez, tényleg működik-e, és aztán szeretném, ha kicsit minket is megkezelnél majd. De majd úgy fogom megcsinálni, hogy egyszerre mind a hármatokat a végén beszél után. Csak az a rossz, hogy rádióban nem a legjobb, mert akkor az ember egy kicsi ideig csöndben van, tudod, mert koncentrálni kell, ugye? És a rádióban ugye nem lehet látni dolgokat, ugye? És az a... De hát semmi gond, de egy-két perc, hogy a végén megkezeltek. Hát benneteket. A tévében sem látunk sok mindent, csak hogy a kezeddel így kalimpálsz. De ez közben az agyammal én dolgozom, szóval ez nem úgy van a kezemet. Elmondom, miről van szó. Minden ember testében van fantom energia. Na, ha valakinek levágják a lábát, fáj a lába, azt mondja az orvos, hogy fantom fájdalma van. Ugye fantom energia. Tudjuk jól, minden embernek van egy energia mezeje, és én a gondolatban orra tudom hívni azt a testrészt, fantom energiával, amire nekem szükségem van. Ezt ki mondja, hogy minden embernek van fantom energiát? Ezt honnan tudod, vagy ezt honnan veszed, vagy ezt mire alapozod? Mondom, hogy onnan tudom, hogyha valakinek tegyük fel, levágják a lábát, és fájdalma van, mint a lába ott lenne. Fantom fájásnak hívják. Fantom fájdalma, mert a fantom energia ott marad. Ha neked például kiveszik az egyik veséret, tegyük fel, akkor is lehet nézni 10-20%-os energiaszintet, mert ott marad a fantom energiája, az nem tud elveszni onnan, a testből. Aha. És én gondolatban... A gerinc műtétnél bent van a gerinc, nem? De úgy van, hogy egy kis része, az energia része kerül ki, az energia része, azon én végrehajtom gondolatba, meg kézzel is nyilván, amit végre kell hajtani, megmondom, mit csinálok, kihúzom a gerincet, meg csavarok rajta balra-jobbra, azért, hogy a meszesedések letörjenek. De várjál, de hogy tud letörni, hogy a fenébe tudna letörni a meszesedés? Ne idegesíts fel, hát azt, hogy te kiemeled a gerincet és csavarsz rajta kettőt, ettől nem tűnik el a meszesedés. Nem rögtön, persze, utána visszarakom a fizikai testbe, és egy idő múlva nem azonnal az átíródik. Mi van akkor, ha kiveszed a gerincet és megszakad a telefon? Te most a kérkezőzőknek? Semmi. Kiveszed a gerincet, ott áll a hallgató, lejár a kártyája, áramszünet, és kaffabba pillanat, vége az adásnak. Mi történik? Ott ül hülyén, és nem tud kimenni a hűtőszekrényből. Ott van a szolgáltató zöld szám, amit fel lehet hívni. De komolyan kérdezem, hogy te kiemelt gerincel ott ülsz. Eltűnik a hallgató. Akkor teszem a gondolatba a testébe, az két ennyi. És akkor mit érez, amikor te kiveszed a gerincét? Van, aki érez, van, aki nem. De várjál, Tamás, hogy tényleg kiveszed valakinek a gerincét, az a telefon megszakad, nyilván nektek menni kell tovább, mert mégiscsak adást csináltok, ketten-hárman betelefonálnak, és a végén ott állsz a műsor végén, nálad van egy gerinc, már azt se tudod, hogy kihez tartozott. Hova rakod vissza?
A gondolat, amivel beszéltem, az én gondolatomban bennem marad, ráhangolódás alapján. Ha én veled beszélek, akkor azáltal, hogy beszéltem veled, rád hangolódtam, ugye? Most tőlem ne legyen semmit azért. Vagy szóljál valamit, elvetem a beszélgetés végén, kérem vissza. Nem erről van szó, csak próbáltam elmagyarázni. Persze. Azt hiszik az emberek a tévéműsorban, hogy valami és bármi a tévén keresztül megy, semmi nem megy a tévén keresztül. Ha én beszélek valakivel, akkor a telefonon keresztül ráhangolódtam, ha meg energiát adok, vagy egyéb dolgokat, az ugyanúgy megy, mint egy telefon, vagy bármi sugárzás, mindenen keresztül. A tévének csak mint műsor van, műsorként van jelentősége ebbe a dologba. Tamás, te ne haragudj, hogy ilyet kérdezek, te magadtól találod ki ezt a rengeteg hülyeséget, vagy ezt te olvasod valahol? Te nem hülyeség. Te képzed magad? Hogyne, minden 2-3 hónapban módszerint teljesen lecserélődnek. De mit csinálsz? Hogy hol képzed? Milyen képzés ez? Tehát mivel van, hogy én kezelem az embereket, és közben, mint egy csugallat, jönnek föntről az ötletek. Tudod, valaki segítene föntről engem. Mami, hogy most cseréld le a gerincműtétet, és helyett egy más módszerrel, nem tudom, tisztíts aurát? Az auratisztítás az már nincsen bennem, mert amikor az idegrendszert kezelem meg, az immunrendszert, a kezelési módszereim ezeket mind beállítják, a csakrákat, idegrendszert, mindent beállítanak a testbe. Jönnek föntről az ötletek, ez azt jelenti, így hogy van. Egy emeleten feljebb van a kreatív producerete. Mindegy, hogy hol van. Tök mindegy, az valószínű följebbről jön az valamivel, valószínű. Nem, az jönnek, ezek mind saját módszerek, és azért sok ember elmondhatja már, hogy segítettem rajta. Voltak, akik ugye halálba voltak, és visszahoztam embereket, voltaknak leakarták a lábát. 3 nap múlva ezt nem vágták le a lábát, szóval vannak érdekes dolgok, ez a gerinc, mert ez egy nagyon kicsi része annak, amit én csinálok. De ugyan nagyon sok embernek van gerinc problémája, csak azért csinálom ott ezt a fantomütet a tévében, mondja, hogy fáj dereka, mert inkább csontkovácsolással csinálna meg az emberek ezt a dolgokat, de ott nem tudod, mert nincs ott az illető. Neked van egyébként csontkovács képesítésed? Hogyne, tanítom, minden hónapban egy ilyen tanfolyamon van. És ott hozzá is nyúlsz a betegekhez? Hát itt tanítom itt az embereket, fizikálisan bemutatom. A honlapunkon egyébként van is egy teljesen... És akkor én is tudom csinálni, ha elmegyek a tanfolyamra. Akkor igen, persze. Van egy spiritista iskolám, ott ezeket a ezoterikus spiritás dolgokat ugye... Iskolán is van? Igen. Sok éve, 10-11 éve. Azt a mindenit. Hát ez nagyon kemény. De nagyon működik, nem gondolnád. Ez mind megtanulható. Ez én egy csomó mindenben hiszek, meg egy csomó mindennel foglalkoztam. Igen, tudom, én is tudom, igen, gondolom meg. Na most, ha a pránanadi működik, igen? Akkor ez miért nem működhet? Nincs ilyen a pránanadi, hogy emelt ki a fantomgerincet, csavar rajta egyet, és lehullik a messzesedést. Nincs ilyen. Aha, tehát te nem tudsz messzesedést leszedni rólam. De ha látodkozom, hogy ne legyen államszünet. Nehogy eltűnje. Hát azért ez... De mondom, hogy egy kis része, ez a fantom működik, egy 1%-a abban a repertoárban, amit csinálok, nagy részt ugye spirituálisan az agyon keresztül ugye megváltoztatom a dolgokat, mert tudjuk jól, az agyunk mindenre képes, és az én kezelési módszerem abból indulna ki, hogy az agyban kell mindent megváltoztatnom ahhoz, hogy a test jól működjön. Hajhullást tudsz gyógyítani? Nem kizárt. Sose lehet ígérni, mert hajhagymákat ugyanúgy lehet kezelni, mint bármi mást, ugyanúgy lehet. Azért rajta mit tudt már, azért megkopott már a szőrzet, tehát hogyha... Van, ahol sok van, oda nem kéne. Hát én sose szoktam ígérni, nem szabad ígérni. Különbözőek vagyunk emberek, ugye nyilvánvaló, de nem kizárt a dolog. A megállítás az lehetséges, az már majdnem biztos, de hogy vissza, az nem tehát tudom. Tehát agyban dől el minden, tehát elvihetve mindenre képes. Így van. Tehát, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt betelefonált volna hozzád voksán, virág, hogy kacsaszájat szeretne, akkor nem kellett volna elmennie sehova. Neked volt olyan egyébként, hogy jól emlékszel, hogy volt egy olyan adás, amikor elment a hangod adás közben, és azt mondtad, hogy valaki megátkozott, csettintettél, és visszajött? Én egyszer láttam egy ilyet. Igen, az volt, hogy valószínűleg többen megátkoztak. Próbáltak mágiázni engem, mert ne tudjak beszélni. Hogy megmágiáztak? Légetnek? Szakmabeliek nyilván irítségből kifolyólag. És a csettintés azért volt, mert védelmet tettem magamra közben. És a csettintéssel ugye kezdem és zárom. Csettintéssel beszaladnak a biztonsági őr? Én itt ülök minden nap 2 vérszívóval. Tamás, mondd el nekem, ez hogy működik. Tehát én most adok ezzel, ha engem bántanak, mert azért itt adunk egymást, én akarok egyet csettinteni és védelmezni magam, hogy ezt tudom használni? Tehát ez egy működő dolog, de meg tudom magam védelmezni. El kell mondani azt, amit akarsz.
csettintéssel indulsz, és mondod azt, hogy mostantól azonnal, nyilván nem akarom tovább mondani, elmondod, hogy mit akarsz, milyen védelmet akarsz magadra tenni, és a legvégén csettintéssel lezárod, és akkor azáltal te X időre, mert X időre van megszabva a program szerint, hogy mennyi ideig tartson, akkor erősebb, ha X időre van megszabva, és akkor kapsz védelmet. Aha, én de reggel szoktam csinálni magamnak, amikor nem felejtem el, mert van, hogy elfelejtem. Ki kávét ki? Gyógyítást, védelmet. Figyelj, akkor ezt szerintem le is csekkoljuk, mert most elmondtad az elméletet a dologra. Balázs nem egy hülye gyerek. Ő most ezt így elsajátította. Szerintem most két zene között én elindítok egy rettenetes jobbost. És... Ha várj, megnézem a Balázsnak az állapotát, az immunrendszer, a Balázsnak 10%. Akkor várj, most én vagyok a betelefon, fura, mert van egy hívás, amiért te fizetsz, ugye? Hát ez egy ritka állapot, mert általában ez fordítva működik. Nem fizetős ez. A tévében a telefon nem fizetős, ez rendes normál utcai telefon. Na hallott, 10%-on van az immunrendszered. 10%-on van az immunrendszerem? Igen, hát ez... De miből látod ezt, miből gondolod? Megnéztem, most itt ülök a szenzorfülemet, amit láttad. De mondtad, hogy kocsi, hogy benéztél a kesztyűtartóba, hogy szólnál? Nem, bejöttem már rendelőbe közben. Ja, rendelőbe. Nem messze állok meg. És valami komolyabb bajom is van, vagy csak 10%-on van az immunrendszerem? Hát ez az nem jó, mert ha nem ad elég védelmet, nem működteti a testedet úgy, ahogy kell. Ugye az immunrendszerünk az egész testünket. Jó, a gerincemhez nem nyúlhatsz, már most szólok el a kezekkel. Jó? A gerincemet nem adom. Ha kiveszed a fantomtestemen keresztül a gerincemet, csavarsz rajta egyet, felordítom. De jó, ne, most minden nem ér. Minden nem ér. A bal arcán van egy csúnya pattanás, azt el tudnád tüntetni. Tamás, most baráti, baráti alapon most Tamás csetincs már föl neki, vagy 25-re. Jó? Kicsit dobjál már akkor rajta. Ma még megyek forgatni, és egy picit feljebb tudsz hozni? Hát akkor leraktuk a telefont, akkor utána majd koncentrálok rád, és akkor majd feljebb hozom a dolgokat. Ez akkor is működik, ha nincs kapcsolat, telefonos kapcsolat? Azért, mert nekem az agyamban benne marad, ugye, hogy mivel beszéltem, meg amúgy azért ő ismert ember, azért sokszor látjuk különböző helyeken. Mit látsz, Feri? Tessék, ott mondjuk van baj bőven. Ott van mit látni. Nézd meg Ferinek a Ferit, légy szíves. A központ idegrendszere 10-20-30-40-50-60%-osan működik. Ez mind? 10-60? Nem, eljük a számban. 60%-os, az nem olyan rossz eredmény. Nem olyan rossz eredmény egyébként. Az immunrendszere 10%-osan, és megnézem. Meg ki is átragadt róla, rohadék utána. Igen, 1% stressz van a testén, mert 95%-ban a bajt, a betegséget, a stressz okozza. Ezt mivel nézed, egy műszerrel? Van nekem a kezemben ez a szenzerbű, nem tudom, hogy látod. Egy stresszmérő? Nem, hát azt is tudom mérni a stresszt, ugye. Ha a stresszt ugye megszüntetjük a testbe, akkor... Nem, csak hol lehet ilyet kapni, vagy hogy ez milyen műszer? Lehet, azt lehet kapni ilyet. Aha, jó. Az a lényege, hogy a 95%-ban stressz van a testbe, az gátolja az immunrendszerünk működését, és ezért a testünk rosszul működik, nincs meg a védelem, nincs meg az, hogy gyógyítsa a testet, és változásokat hozzon létre. Mi a neve ennek egyébként, ennek az eszköznek? Szenzebil. Csak akarsz magadnak egyet azért? De a Feri jól van, egyébként hát megyek hazafelé itt a Európa. Hát megmaradnék pár szenzebil. Napig, a Feri még megmaradt. Aha, pár. Én is birkoztam, mint te. Balázs, vágott birkozó voltam, én Pécsről kerültem Budapestre, mert ott birkoztam a pécsi vasutasba. Ott kapattál egy nagyobb ütésen. Vasasba kerültem, és itt vágott birkozó lettem. Vasasba birkoztam én is. Na jó, Tamás, örülünk, hogy betelefonáltál. Én nem hittem benne, hogy téged megtalálunk. De örülök, hogy beszéltünk. Tényleg örülök. Nagyon örülök. De mi is nagyon örülünk. Koncentrálj ránk akkor egy kicsit még adás rendben után. Van. Jó? Sziasztok, minden jót kívánok nektek. Vigyázz magadra. Ti annyi Tamás, Csopkovás spiritista, fantom testépítő. Vagy nem pedig. Nem. Nem gondoltam volna, hogy betelefonál. Összeengedhetnénk a vágóval egyszer, tényleg. Ez egy érdekes beszélgetés, nem, hogy kettőjüket adásba tenni. Hát elviekben ő tud szemet is gyógyítani. Hogyha a végén így az Istennek így fejéről lekerülne a szemet, és így, basszus, mi történt? De nem lehet, mert ő nem hisz ezekben. Csak olyat tud gyógyítani, aki hisz a dologban. Uh-huh. Tehát úgy nem lehet, hogy nem hiszel. Tudod kérni áfászámat a szenzebűről? Vagy... Szóljál be valamit? Mondjál nekem bármit? Neked? Szólj be. De bármit? Próbálj megbántani. Na, csak mondj már bármi, ami jön, ne gondolkozz, ami jön. Aha, ja, de nem, várj. Szólj be, kíváncsi, hogy működik. Csak mi nem. Köcsök. Ugyan? És de nem? Most zárd le. Várjál, ez betalált. Várjál, nem, akkor, de hogy, előbb kell csettinteni, vagy jó, utána? Ezt élvezett, hogy most nyújt. De nem, csak ez egy egyszeri ajánlat volt. Igaz, hogy betalált. Nem működött akkor a baj, pedig csúri volt, és 103.
Istenem, hát gyerekek, mindenki döntse el, hogy amit hall, az jó vagy nem jó, igaz vagy nem, nem tisztünk igazságot tenni. A mi legnemesebb célunk a szórakoztatás. Szerintem adtunk rá okot, aztán döntsétek el, hogy akartok-e telefonálni, vagy nem. Zseniális. Zseniális. Nagyon szerettem. 7:30 múlt már nagyon régen, 9:30 csak 8 perce. Úgyhogy jövünk mindjárt a hármasugrással. Filmrajongóknak mondom, hogy a hírek után egy kis meglepetés zene. Egy kis meglepetés zene. Mert hogy 2015. október 21-e van, ez egy jeles dátum, úgyhogy erre való tekintettel remek hiszen. Tartsatok velünk, ne induljatok el a fény felé, ha úgy érzitek. Jó, de azért biztonság kedvéért. Jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc van pontosan, 9 óra, 2015, október 21-e. Egy őrült gülüszemű feltaláló, és Marty McFly a mai napon érkezik a jövőbe. De hát a jelenben most már tulajdonképpen, igen. 1985-ből. És ennek a tiszteletére szólt ez a kis dalocska, hát amit nagyon-nagyon szerettünk. És a film az volt. Nekem semmit nem mond, de a nóta az remek. Az én is imádtam, tényleg jó. És hány órakor kell küldeni az SMS-t holnap, Ferenc? 1 óra, 20... Hát most itt valaki azt írja, hogy 29 perc a filmben, nem tudom mi volt, azt így láttátok. A lényeg, hogy vagy 1.25 vagy 1.29. Nem is küldjétek. Nem. Nem, akkor nem mindegy. Csettintek. Rólam ez most leperek. Csettintettem. Nem, csettintettél, és most már nekem is mindegy. Igen. Na, egyébként volt annak idején egy nagyon érdekes eset, tehát hogy én is úgy vagyok, hogy egy kicsit hiszek is benne, meg nem is, de biztos, hogy emlékeztek rá, vagy hallottatok róla, hogy az Egyesült Államokban volt egy nagyon-nagyon híres eset, amikor egy illúzionista a televízión keresztül hipnotizálta a tévénézőket, és ott az volt a lényeg az egész produkciónak, hogy összeragasztotta a kezeket, úgymond, összetették a tenyerüket, hipnózisba estek a tévénézők, utána pedig neki egy ilyen feloldó, ilyen kis mantrát, vagy varázsigét, vagy nem tudom, mit kellett mondania, ahhoz, hogy újra el tudják engedni a saját tenyerüket. És ugye volt egy kisfiú, aki szintén nézte ezt a tévéműsort, összeszorította a tenyereit, és az édesanyja, akkor lépett be, és kapcsolta ki a tévét. Ne nézd már meg ezt a rohadt tévét! Amikor a feloldó igét mondta a spiritista, vagy a bűvész, és a kisrác úgy maradt. Persze, és csak úgy tudták eladni a tévét, hogy a kisfiú is rajta lóg. És látszik, hogy nem csak műtét vettek lomtanyításra, kivitték a tévét, és mondták, hogy rajta van a kisfiú. Nem a tévére kellett rányomni a kezét, hanem a két tenyerét kellett összenyomnia. És a kisfiú úgy maradt. Úgy maradt, elvitték sebészhez. Azt mondták, nem tudták egyszerűen a kisgyereknek a két kezét egymástól elválasztani. Sebészetre vitték a gyereket, és mondta a sebész, hogy ő el tudja vágni a két tenyerét egymástól, és hogy a kis, de hogy jobb lenne talán, hogy elvinnék ahhoz az illúzionistához, aki ezt az egészet kitalálta, és akkor mondja neki el szépen ezt a feloldóigét, és akkor újra minden rendben lesz. Döbbenet, hogy 50 éves vagy lassan, és mindent benyalsz. Ez elképesztő, aha, hogy ilyen sztorika. És elvitték, azért most már hallgassuk meg a végét. És rácsetintett Copperfield, és kettében a keze, persze. Hogy mondja már, hogy kettőnk között te vagy az, aki hiszel az UFO-kban, a Pránanadiban és az angol autókban. Igen, abszolút hiszek. De a kisfiú, akinek persze összeragadt a keze, igen, és meggyógyult a figyma szűkülete, persze, hagyjál már egy hülyeségeket. Nem tudok. Hagyjál már, úgy ragadt, összeragadt a keze. Igen, azért, mert egy brutális lett tévén nézte, igen, és nagyon átjött a csetint, és igen, és mi lett? Elvitték, csetintett egyet? Elvitték, igen, elmondta a feloldó igét, az illúzionista, és akkor a kisgyerek egyszerűen elresztette. Figyelj, de Móni nem mondja neked, hogy ne higgyen mindent, amit a kis kegyedbe olvasol? Tehát, hogy azért nem mindent kell azonnal úgy abban a formában elhinni, nem mondja neked? Nem szólt? Hogy azért ezeket nem biztos, hogy el kell hinni, hogy a kisfiúnak összeragadt a keze, nyilván. Most ezt, hogy lehetsz ilyen? Akkor a köcsögbe ezt a metróban olvastam. Csetintettem. Úgyhogy nincs, rajtam nem fogazátok. Azt mondja, hogy jobban elhinnem ez a gerinc messzesedés eltüntetést, ha nem csavargatná gerincenemet, hanem egy drótkefével letisztogatná Erika. Nagyon sok SMS jött egyébként Tihanyi Tamás beszélgetésünkhöz kapcsolódva. Balázs Jani, Feri, nyugodjatok meg, ti minden nap spirituálisan gyógyítotok több ezer embert a hangotokkal és a jó kedvetekkel. Köszönjük szépen. Engedjétek össze Tamást a fonaljáróval, micsoda spirituális dominanciát alkotnának. Gerinc nélkül hogy tolná a fonaljáró? Tamás kérdezte tőlünk. Hogy is hívják a szellemgyógyász? Szeretnék interneten rákeresni. Köszönöm, Andrea. Tihanyi Tamás. Tihanyi Tamás, nézzétek meg. Döntsétek el. Most lehet, hogy ő azért akar rákeresni, hogy elmenjen meggyógyulni. Aha. Csak nem. De lehet, hát meg kell próbálni. A fotója alapján nagyon szimpatikus ember, és ő az egyetlen, csak mondom, akit a guru, a legnagyobb, a legeslegeslegnagyobb, Gyurcsók úr is elismer.
Tényleg? Uh-huh. Igen. Gyerekek, hiába csetnintettem, kivett a KPM. Nem lettem védett, Sanyika. Sanyika küldte nekünk, köszönjük szépen. Nekem van egy folyamatban lévő műhiba perem a dokival, műtét közben bennem hagyott egy fantomollót. Ez Csaba, nagyon fáj. Csaba küldte nekünk ezzel, és után fantompénzzel pihentek. Egyébként tényleg fent van a YouTube-on, én nem tudtam, a Frisbee-ben, még a régi Frisbee-ben talán a Story TV-n a Hajdu összeengedte 2009-ben a vágót a Tihanyival, és Vágó bement, és megpróbálta Tihanyinak ezt a csoda műszerét elkérni, de kiderült, hogy nem működik, mert István nem hisz ebben, és az energiák csak annál működnek, akik hát hisznek ebben. Ez egy nagyon jó beszélgetés, fent van a YouTube-on, úgyhogy nézzétek meg. Na, hát nem gondoltam, hogy minket hallgat, nem számítottam rá, hogy be tudjuk kapcsolni adásba, de jó volt. De megértem, mi? Tudtunk vele beszélni, igen. Ma este is megnézem, mit csinál a hatos csatornám. Na, játszunk egy jó kis hármasugrást, mutatjuk, hogy mit kell kitalálni, figyeljetek. Ez a beugró a hármasugráshoz. Hát szerintem nem lesz nehéz, látom az előadókat, nem. Nem lesz nehéz, mutatjuk. Hú, van benne ami jó rövid, de felismerhető. Kettő felismerhető, mutatjuk még egyszer. Igen, a középen volt a jó rövid, de nagyon formás. Jó rövid, de nagyon formás. Kicsi, apró, jó fenekű. Igen, utána nagy hangú. Pörög, mint a motolla. Az biztos. Felülteted, megpörget. Ja. Küldjetek el nekünk, hogy mi a jó megfejtés. Jó? Hogy mi a jó megfejtés, azt küldjetek el nekünk. SMS számunkat mindenki tudja. 06 70 645 00 00. Jövünk a hírek után. Nem jövünk a hírek után. Nem, és zongorázol nekünk most? Na mindegy, hát ha nem. Akartam egy kicsit zongorázni, de most már tudunk. De most nem már volt tudunk. Rossz. Nem volt rossz, nem? Ugye? Ügyes, határozottan ügyes. A triola után, vagy mi az Isten volt az, amit fújtál, ahhoz képest tök jó. Fejlődőképes vagyok. Jövünk a hírek után, jó? Mindjárt itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk, 10 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis Chuck Berry. Chuck Berry, mert az első részben Chuck bácsikát felhívják, és azt mondják, hogy ez az a ritmus, amit kerestél, és Marty McFly ugye 1955-ben nyomja a színpadon, hogy George McFly és az anyja ugye összejöjjenek, és végre Marty vissza tudjon utazni a jövőbe. Hát ez is egy nagy betét dala a filmnek. Ma ugye jeles nap van, a filmrajongók ma díszbe öltöztették a szívüket, és tudják, hogy 2015. október 21-e az egy fontos dátum, mert ugye Vissza a jövőbe című filmen, ugye Marty McFly ezen a napon érkezik meg Dokival 2015. október 21-ében, amit egyébként tényleg szájtátva néztél, és azt gondoltad, hogy ilyen lesz a 2015, és hú, mennyi minden valósul majd meg, és repülőautók, és úristen, aztán egy ilyen nem túl vidám valóságot kaptunk így a 2015-re, és nem is valósult meg. De sok tekintetben azért meg túlmutat azon a vízión, ami benne volt a Visszajövőbe filmben, mert azért csomó dolog meg megvalósult, meg szebb lett, meg izgalmasabb, meg másabb lett, mint amit ott felvillantottak. Hát igen, de volt egy csomó, amit ugye az ember tényleg várt, és azt hitte, hogy már majd az autók repülnek, meg annyi minden jó lesz, aztán annyira nem jó ez a 2015. Izgalmas, persze jó, de hát sok jó dolog nem történik a világban, meg olyan nagyon sok modern újítás nincsen igazából, nem? Kaptunk egy nagyon klassz kis Facebookot, amit semmi másról nem szól, hogy az ember rabbá tegye, addiktív, függő, és mindenki ott éli az érzelmi életét. Kaptunk egy csomó technikai kütyűt, ami megint csak arról szólt, hogy az emberi kapcsolatok egyébként elhalványuljanak, és egyre kevesebb igazán értelmes egymásban, egymás szemében néző, és valódi beszélgetés legyen, családokat látsz böngészni, okos telefont, úgyhogy nem szólnak egymáshoz. Nem tudom, mire gondolsz, vagy hogy mi az, ami olyan jó. Hát mit tudom én, hát van egy csomó. Vannak jó dolgok nyilván, de nem látom nagyon az előnyeit. Olyan jövőben mutató technikai kütyükre gondolok például, mint mondjuk olyan algoritmusokra, amik mondjuk a szénmonoxid mérésnél, bizonyos autófajtáknál, bizonyos motoroknál a gyári értéket produkálják, de csak akkor. Na, ez például nagyon, ezt még nem tudták 1985-ben. Igen. De inkább egy csomó mindent eldobnék 2015-ből, ha lehetne változtatni, mi az, aminek valójában haszna van, és mi az, aminek nincs, igen.
Na, nézzük az SMS-eket. Ha visszament a múltba és megváltoztatta, akkor hogy tudott visszamenni a saját jövőjébe, míg Márték a megváltozott múltba mentek vissza, kérdezi valaki. Hogy? Azért nem kezdjük el ezt most fejtegetni, mert viszonylag rengeteg ember zárnánk ki, aki viszont ezt nem látta, és értelmetlen egysíkú beszélgetés lenne, de kijön minden, higgyétek el. Abszolút kijön. Kijön a matek. Kijön a matek, és működik egy alternatív 1985-ről, van benne szó. Mert hogy odaadja magának ugye az almanakot, és ott eltérül az idő. A téridő kontinuum. Egy kicsit kisítmű. De nem fárasztunk már ezzel senkit, mert aki nem kérdések. Látta, tényleg kevésbé izgalmas neki. Az ilyen kérdések is mutatják, hogy azért ez mekkora film klasszikus, hogy gyakorlatilag én kíváncsi vagyok rá, hogy hányszor hangzottak el hasonló kérdések, hányszor tettek fel a filmrajongók hasonló kérdések, rányszor próbáltak meg boncolgatni ezt az egész visszajövőbe univerzumot ebben a formában. Igen. És Marvin Berry, ugye az unokatesója hívja fel, írja nekünk egy hallgatót, Chuck Berryt a színpadon, hogy ez az a dallam, amit keresel, zseniális az ötlet, és később Chuck Berry megírja ezt a dallamot. Tele van egyébként, nagyon, nagyon jó ötlet. Na, azt mondja, hogy nézzük, mi a helyzet az utakon, ahová mi megyünk, ott nincsenek utak, irány Magyarország, hát ez is egy visszajövőbe idézett. Aztán nézem még, hogy mit írnak a hallgatóink. Trafiznak az M1-esen, az autópályán természetesen, a máshol nem is nagyon tudnának, az M1-esről van szó. A Lébényi lehajtónál a hídról faszállító küldte nekünk, köszönjük szépen. Az Andrássy mérnek a Hősök tere felől érkezőket, a Hősöktől 200-300 méterre Viszkis írta nekünk, Gyománybőd belterületén Fehér Fábia kombiból mérnek, Gábor üzente. A 4-es főúton Szolnoknál baleset alakul a dugó, Tomjot írta nekünk, aztán Trafi Újfehértón a Debrecen felől érkezőket mérik, Laci, valamint a szolnoki elkerülőn baleset a forgalom mindkét irányban áll, ezt Gábor küldte nekünk. Gyerekek, vészhelyzet van otthon. Vészhelyzet. Na, nálatok? Nálunk, igen. Várjál, próbálj. Most nem megyek el adásból, de... Nem alszik a gyerek, most már ne aludjon. Ne, 4-10-kor az már nem akkora baj. Nem eszik. Nem. Megfázott. A büdös életben nem találjátok. Megint elhoztad Viki bugyját? Azt mindig elhozza, az már nem gáz. Csak egy ideig vágott most már egyébként. Nem. Ahogy ha ülök, még egy picit kényelmetlen. Már hiányozna, ha nem vágna. Fél hétkor vettem eddig észre egy Viki bugyival, jöttem el, most 3-4-10-kor, amikor elmegy pisni, jövök rá. Na, megint a feleségem bugyját vettem föl. Egyébként nem is annyira rossz. Nem. Dráma van. Elleptek minket a kukacok, de olyan szinten, hogy most tényleg pánikban vagyok. Aha. Pánikban vagyok, mert tegnap kiderült, hogy a kis spejzben, ami a hűtő mellett egy kicsi kis raktár, ott tele van kukaccal a fal. És ezt én leporszívoztam az összeset, elmormoltam egy imád, hogy úristen, ha ez most számít valamit az újjászületésben, akkor egyszer 1 milliót öltem meg, tehát valószínűleg hangya leszek 1000 évig, és megpróbáltuk átválogatni dolgokat. Egy-két régi liszt, meg nem tudom, kidobtuk. Aha. Most ez semmi. Most írt a Viki. Óriási baj van az étkezőbe, a székek, a plafon, a spejzba, a komplett fal, a konyhával, a teljes mennyezet. És mondom, már az étkezőbe a székeken másznak föl. Ezek a pici, nagyon vékony, ilyen kis, nem tudom, ez lisztkukac, nem tudom, milyennek a neve. Fehér színű, és kis fekete feje van, vagy ilyen világos színű, és kicsit a vége sötétebb. Én csak azt néztem tegnap, hogy hogy szívja a porszívó. És mondta a Viki, csak azért nem küld képet, hogy még 10 óráig tudjak valamennyire koncernel az adásra, tehát így minden. És Viki most nem áll az asztalon, és ki konyhába a teljes mennyezet. 200 négyzetméter. Rohagy meg. Mondom, a konyha. Nagyon. És... Ja, de hülye vagyok, tényleg, ez nem hát, bánts meg. És most már az étkezőben a székeken is jönnek föl. És Viki, hogy áll az asztalon, sikít, és úgy telefonál? Vagy hát jó, nem, én most én tegnap kiszedtem a porzsákot a porszívóból, ami azért volt, hogy nem tudtam újra lecsukni. Én nem tudom, hogy miért nem. Hogy... De nem is az, én most egy morzsa porszívóval háborúzik. Tehát áll szerintem a konyhapulton, vagy az étkezőben, és sikongatva egy morzsa porszívóval. Megöllek benneteket, próbálja őket felszívni, mert én is tegnap egy ideig porszívóztam, aztán feladtam, és morzsa porszívóval mentem, de nem tudtam megcsinálni a porszívót. Ezek honnan jönnek, mondja. De figyelj, csináld azt, hogy a honnan jönnek ezek a porszívóból, nejlonzacskót raksz bele, felszippantod az összes kukacot, amennyit csak tudsz, aztán kiveszed, kiugatod a zacskót, és megfőzöd, mint a gyorsrist. Jó, és megeszem. Sokszor eszem. Figyelj, hogy honnan jönnek? Honnan jön ez? Megmondom én neked. Be kéne csukni otthon azokat a rohadt zabos zacskókat. Ezt most komolyan mondom neked. De nem találtunk semmit.
azért, otthon mert elbújtak. Otthon nézzabot, rendesen lesznek. Figyelj, jönnek, és bementek a van sarokba. Van egy cső a spejzban, hát nem spejz. Jó, a hal. Nyilván igen, értettük, igen. Persze, nem, ez egy nagyobb, egy hűtőkamra, egy állatfeldolgozó. Igen, persze, nyilván egy vágóhíd van a konyhánk mellett, persze. Egy egyméterszer, egyméteres kis fülke, ami van egy ajtó, és ahol ilyen bébi kaják. Persze, a konyha aulájában. Igen, persze, jó, oké, igen. És ott van elvezetve az a víz, ami jön a fürdőkádból, egészen az fura, nem egészen fura, és a cső körül vannak nagyon sokan. De nem lehet, hogy egy egér felmászott a csőbe, csak beleszelnek, a melegre mennek, de egyébként nem innen jönnek. Nem, az egér kukac jönnek? Az nem ilyen. Nem. Az milyen? Az csúnyább. Azt nem azt majd, megtudni azt majd az holnap. De honnan egész tudom, hogy ez most milyen kukac? Ez liszt kukac. A lisztéző kóstolj meg egyet. De honnan tudom, hogy hol keressem? Mi van, ha egyszerűen fölkapja a házat, és arrébb viszik? Kaja. Komolyan pánikba vagyok. Kajás vagyok. Nem fogják fölkapni a házat, nem, akkor megnyugtatunk, jó? Nem, és a gyereket se rabolják el. De még eltelik egy nap, és lehet, hogy a komplett nappaliban mennyezett tele lesz kukaccal. Csak egy ilyen lángszóróval kell majd. Hogy írtam ezeket ki? Hogy mondom meg, hogy menjenek arra? Megkeresed a bajforrását, és kidobod az udvar, és utána mennek. És összeállok egy nagy kukacszámmal. De az nem jó, hogyha kérek valakit, hogy hozzon négy csirkét, egy kakast, egy... Az nem rossz egyébként. És felszedegetem vele, csak a mennyezetre nem van, tud fölmenni a tyúk. Van fém a plafonban, mert ha mágnest aksz, vagy fémet alá, és felmásznál a kaplak, hogy felsétálnál. Diód van. Tessék? Dió. Vagy valami mag. Van, csomó minden van a kis éléskamránkban, igen, én asszad, gyümölcs, kis dió, mit tudom, hogy sörélesztő pehe, annyi minden van, nem tudom. Sörélesztőpe, tehát titkos izé, szeszraktár, aha, sörélesztő pehe, sörélesztő pehe, a dió krémet én azzal csinálom, sörélesztő pehe, fogd meg a diót, vágd bele, tegyél bele sörélesztő pehet, egy egész Kalifornia paprikát, névi fokhagymát, darád össze, és kész a dió krémet, ezt én így csinálom. A tévé paprikára aludtál el? Nem, persze, te csinálsz diókrémet sörélesztő pehelyet. Én egy kanál sörélesztő pehelyet teszel bele, fogsz egy pohárnyi diót, azt beleöntöd, belerakod a sörélesztő pehelyet, belevágsz egy Kalifornia paprikát, pici vizet adsz hozzá, teszel hozzá fokhagymát, és az egészet egy turmix gépbe pépesre kevered, és kész van a diókrémed. Mikor csináltál utoljára diót? Hát egy hónapja körülbelül. Hát egy hónapja, akkor ők már benne laktak abban a dióban. Bizony. És meg is ettétek. Figyelj, mikor, de ez egészen pontosan meg lehet határozni, hogy a dátumod. Mikor hallottad először a konyha használnál a Benitől azt, hogy apa, szeme van a rizsnek? És boldogat. Mit kell csinálni? Találja meg a forrást? Meg kell találni a forrást, az alapvető, és meg kell tőle szabadulni. Atya Isten. Na jó. Fűszer, tea, liszt, gabonapehely, bármiben benne lehet, az egész kamrát úgy, hogy van, jól kivéve a konzerveket, tehát a székely paprikás. Az, ami le van zárva hermetikusan, azt nem. Azt nem, viszont tök igazán a férjének egyik bárhíve beköltözhetett. A műszaki cikkeket, azokat áthozhatod hozzám, azokat majd én... A készpénzre vigyázok én, ami otthon van. Hogy én nagyon félek tőle, hogy az LCD TV-ből is beköltöztek. Szerintem a set-top boxba is, a Blu-ray lejátszóba is, ezeket mind áthozhatod hozzám. Nincs Blu-ray lejátszó egyébként. Jó, oké, abszolút. Jó, köszönöm a segítséget, hát akkor hazamegyek, és akkor itt gyorsan fogok tényleg valamit, kipakolom a lisztet. Hát jó. Vagy ahogy írják a hallgatók. Csettintek. Ja, csettintsél egyet. Hát kinyom a tihanyit. Hát a tihanyit kinyom. Hát ér, csettint egyet, az leesik minden a plafonról. Hozzá a kis mosogatógép fűtőszálát, amivel így kolbászolod bent a hatos csatornán, hogy majd nézze meg az aurájukat a kis lickukacoknak, és pucolj el onnan az összeset. Bemegy a konyhába, csettint egyet, leesnek a plafonról. Már írok a Vikinek egy SMS-t, hogy Viki csettints. Tamás, Léci, a stukkók, ja, bocs. És visszaugranak a plafonra. Figyelj, na, már látlak egyébként, ahogy ott állsz. Viki kérdezte, hogy a lezár dolgokat is dobjam ki, most visszajöttem neki, hogy csettincs egyet. Most nem csak erre mit ír. Harcol a kukacokkal, és visszajöttem, hogy csettincs egyet. Nem, most elküldtem neki ezt sem, hogy csettincs egyet. Üzenet, miért nem tudsz semmit komolyan venni a kukacokat? Nem, már most elolvasta 9 óra 21-kor, most megértem, hogy csettincs egyet. Már ír, várjál. Írtam neki, hogy csettincs egyet. Már látom, hogy géppel. Micsoda? Szegény. Akkor még, akkor sem nincs kettő. Ő most nagyon küld. Te visszaírta? Visszaírta, hogy micsoda. Ne, nem érti, hogy chat nincsen, szegénykém, édesemet, ő nem hallgatta. Vagy ezért írd, nem hallgatta az hallod, vagy Steppei bugyiban. Ezt is írd már, hogy jó, mit ír rá? Steppei bugyiban. De meg vagy éppen hadakozik, de baján a Noel jobban egy borzsakosszival sikítva, tudod, mert annyira utálja ezeket a kukacokat, és annyira fél tőlük. Steppelj bugyiban, várjál, így. Itt áll.
Az empatikus férj. Megyek kicsim, fél tizenegyre már felveszem veled arcod, addig azonban nagyon jól szórakozom. Mire az érek nyugi legyen. Igen, mire az érek egy se legyen ott. Nem, megyek, segítek. Jól van? Jó lesz, már látok magam előtt, mint Ellen Ripley a bolygón él a halálba, hogy tárazol be, ahogy rakod magadra, hogy tolod be gránátokat. Én hazamegyek, felveszek egy fejpántot, és csak annyit mondok, adjunk nekik, vaszkez. És egy lángszoróval leszedem őket. Na jó, mi van, összegyűjtöm őket, és legalább nyitok egy orgázboltot, az nem jó? Az nem fogom ki, beütő ilyen kis, tudod, ebből a kis nyugtatós dobozba egy berakom, és akkor így beladom. Hát nem ezt rakjátok ti nagy horgászok a bototokra? Hát ez egy picit kicsi hozzá, de szerintem lehet vele próbálkozni. Így, többet fűzünk fel. És hogyha például kihozol otthon a konyhaszekrényből egy fiókot, és ráraksz egy ilyen hosszú bőrszíjat, és a nyakadba akasztod, és kimész valamelyik horgásztónak a partja, és kiabálsz, hogy itt a finó potyka csemege! Potyka csemege! Szerintem ebben van ráció. Ez miért van nekünk egy bodzolink, ha nem arra, hogy jöjjön ki és írta ki ezeket? Erre? Miért tartjuk mi Bodzolit, és beszélünk vele két hetente, ha nem azért, hogy legyen ott 10 óra 10 perc, és segítsen nekem megélni ezeket a nyomorúságás állatokat, mert tényleg elhordják. Mi ezeknek a kukacoknak a természetes ellensége? Azt kell odavitetni. Azt kell odavitetni a Bodzolit. Igen, de a csirke nem mászik fel a plafonra. Csak nehezen. Tudod, vagy földobálod. De akkor ma hosszú kör lesz. Találati állít, hogy egyet leszeleget van, 4000 tudom, csak a plafonon túldobom. Vigy gyurbál a karémat, basszus, bedurraltak. Nem bírom a kakast. Ja Istenem, hát nem. Látjátok, hogy mivel kell küzdenem? Hogy komolyan, hát mivel a kell a madarak is jók ellenem. Igen? Ilyen repülők. Kis madarak a kertből. Azt mondtad, hogy vannak madarai. De persze, hogy vannak. Na, engedd be őket, fölcsipeget. Na, jó, nem ez a témánk, de köszi a segítséget, tényleg drágák vagytok, megtaláljuk, küzdünk, és holnap elmondom, hogy mi a helyzet, csak kellett egy kis segítséget kérni tőletek, hogy ki, hol talált már ilyet, írják egyébként tényleg, hogy lezárt cucc, liszt, tea, fűszer, mindent ki kell dobni, ha nem segít, akkor egy hallgatónk elküldte, hogy napalmot neki bali, és akkor ezzel is tudunk segíteni nekik. Viszont egy érdekes híre bukkantunk, ugye, ezt már néhány nappal ezelőtt lehozták hírportálok, hogy a magyar labdarúgó válogatott ugye készül nyilván a Norvégia elleni pótselejtezőre, és talán egy sportújságíró azonnal összekapcsolta a dolgot, hogy ugye a dárdai Palinak a Hertájában játszanak majd azok a norvég játékosok, akik jönnek hozzánk is, ugye válogatott meccset játszani. És arra gondoltunk, hogy felhívjuk... Pali megmérgezhet, nyílt. Felhívjuk Dárdai Pált, és kérjük meg őket, hogy mérgezze meg. Megkérjük, hogy mérgezze meg. Üssi el őket a parkolóban. Na, arra gondoltunk, hogy felhívjuk Vince Ottót, hogy mondja el nekünk, hogy lehet-e olyan, vagy csinálhat-e olyat egy edző, hogy egy kicsit az utolsó edzésükön jobban megdolgoztatja őket azért, hogy utána legalább néhány norvég játékos, aki ugye Hertában játszik, fáradtabban érkezzen ide. De okos. Vagy ilyenkor már őket kimélik, és hát erre semmilyen lehetősége nincs mondjuk Dárdainak, hogy ne ötöt lépcsőzzenek, hanem tizet, ne négy kört hussanak, hanem nyolcat, ne fél órát dekázzanak, hanem egy órát, nem tudom, és ne 20, nem tudom, kört menjenek békaügetésbe, hanem mondjuk 30-at. Hát ez nagyon tehát jó. A Dárdai kicsit segítve nekünk lefárasztja a Herta norvég játékos. Nagyon jó. Olaf! Sven! 10 km sprint! Mi? Csak nektek! Hogy csinálhat-e ilyet? Csinálhat-e ilyet, mert hogy ő egyébként tényleg hát egy csodát tesz a Hertával, és hát Dárdait szerintem egyöntetően az egész ország, még az is, aki nem kedveli a magyar futballt, kívánja magának, magunknak, hogy visszajöjjön, és újra akár szövetségi kapitány legyen, de hát, ha egy kicsit tud nekünk így a Dárdai Pali tök segíteni. Jó. Hát ez egy profi játékos, igen. Ha mester azt mondja, akkor csinálni kell. Akkor csinálni kell. Mese. Hát persze, na ezt akarjuk megkérdezni. Mindjárt itt van velünk Vince Otto, jó reggelt kívánunk, hello! Sziasztok, hello. Jó reggelt! Na, hát a felvetés félig meddig mókás, de ugyanakkor azért komoly is. Lehetősége van szerinted egy edzőnek arra, hogy kicsit hazabeszélve megdolgozza a játékosokat, jelen esetben a norvég játékosokat, akik jönnek majd a válogatottunk ellen? Hát ez nem vicc. El is várjuk a Palitól legalábbis mi, akik így a magyar fociba egy kicsit lüktetünk, hiszen
egy edzőnek, főleg az ő helyzetében most, amikor fut a szekér, sokkal több mindent lehet, mint különben, amikor picit vissza kell, hogy fogja magát. Hát és Pali különben egy kezdeményező típus, miért ne vezethetni azt be, hogy egyéni képzés gyanánt, mondjuk a két norvéget külön-külön, hiszen ugye a Hertha kapus edzője Petri Zsolt, tehát még nem is neki kéne a két ember húzgatni, hanem talán ebben úgymond küzdőtársat, egy picit extra megmozgatná. Van erre példa, meg volt erre példa, tudom, hogy el tudom képzelni. Ebbe beletartozik különben az egyéni táplálkozás és diéta, de jó magyaros kajákat írnunk ki, úgyhogy... Vagy abszolút. Akár egy gyors madártejé finom kis szalmonellával. Tehát bármi olyan elképzelhető, hogy esetleg a Pali főzereik is azt mondja, hogy mielőtt elutaztok, srácok, nálam egy vacsora a Hertha csapat tagjainak, és Pali főz valami nagyon, nagyon magyaros. Krémleves meccselőt, ennél sokkal összetettebben is meg lehet ezt oldani. Azt mondja, hogy azon az adott héten, mivel hogy úgy látta, hogy igazából most talán egy picit alul vannak ezzel vagy túledve, egy kicsit ilyen regeneráló kúrára őket, és mondjuk hétfőtől vasárnapi egyéni étrendet alakít ki nekik, ugye amiben mindenképpen úgy gondolja, hogy a magyaros táplálkozás segítek abban, hogy újra előtt. Most azért nincs könnyű dolga egyébként, mert a magyar játékosok állandóan mindig nagyon fáradtak. Hogy lesznek a Hertha norvég játékosai még fáradtabbak a magyar játékosoknál is, akik eleve fáradtak? Tehát tényleg nagyon le kell őket fárasztani. Mondom, tehát ugye mi, ugye ahhoz vagyunk szokva, hogy reggel eszünk egy jó rántottát, egy jó stb. És akkor elkezdjük a napot. Ugye a norvégok azok nem elvannak, azok ilyen füstölt heringet esznek, lazacot meg egyebek. Na most ugye ettől a magyar játékosok olyanok, amilyenek, hiszen a szervezetük hozzá van szokva. Tehát ez már nem ad se plusz, de nem is nagyon veszel. A norvégok esetében viszont egy ilyen jó kis, mondjuk csülkös bableves, utána pedig egy jó kis töltött káposzta házi tejföllel, majd rá egy jó madártej, tehát mondjuk ezt beiktatni két nappal a mérkőzés vagy a válogatottba való utazás előtt, szerintem abszolút felfrissíteni a szervezetüket, az ehhez nem szokott a szervezetüket. Kicsit úgy érzem, hogy neked kész terved van. Igen, úgy érzem, hogy te erre készültél. Igen, tehát ezt te kidolgoztad már, szinte. Na most, ha én lennék a Pali helyébe, sajnos nem én vagyok, de örülök, hogy ő nyilván ebben a helyzetben van, akkor én mindenképpen szóhoznám, hiszen nekem is érdekel, mert amikor ezek a derék norvég legények majd visszajönnek a válogatottból, remélhetőleg sikertelenül, akkor nekem ugyanúgy kell, hogy ugye hozzák az eredményt, és hogy hatékonyak legyenek, úgyhogy én mindenképpen extra odafigyelnék rájuk. Ja, hogyha a Pali helyében lennék, és visszajönnek, hát akkor azért persze ugyanúgy kell, hogy lőjék a gólokat. Hány norvég játékosról van szó, azt tudjuk? Kettő pontosan? Van egy kapus, meg egy mezőnyjátékos, és azért is mondtam, hiszen a Hertha kapus edzője az a persze. Azt mondtad, igen. Óta ott van ki. Tehát gyakorlatilag egybe lehetne dolgoztatni őket. Nagyon jó. Energiabefektetés. A kapusnak nyilván hamar föltűnne, hogy olyan dolgokat csináltatnak vele, amit eddig soha. Nem? Hát, nehogy azt hidd. Ugye a világ változik, és mi magyar szakemberek is remélem, hogy most már azért ugye láthatjuk, hogy haladni kell a világgal, és hát ugye a Zsolt nagyon régóta Németországban látja, hogy milyen fejlődéseken keresztül megy a szakma ott, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy valamilyen maratoni módszer dolgoznak itt. Volt már rá példa. De én Németországban volt, amikor fociztam, akkor ilyen edzéseken vettem, hogy ezt, hát az most igazából, ha azt betennék, akkor biztos, hogy a két norvég talán két hétig a térdén járna. Nagy igen, úgy kellene csinálni a Dárdainak, hogy nem az utolsó edzésen, hogy ne legyen ennyire feltűnő, hanem már most 2-3 héttel a meccs előtt ugye elkezdeni a nagyobb terhelést, ezáltal kevésbé lenne feltűnő, bizony. Hogy november közepére már nagyon-nagyon túlterheltek a fiúk. Egy meccs végén oda kell intenie mondjuk a kapust, és azt mondja, Rune, gyere már ide egy picit, na, figyelj, el volt törve a bal lábad? Milyen? Hát kicsit csofottam, mint a jobb, szerintem el kéne kezdeni rá tolni az egylábos guggolásokat. Igen, ez jó, tehát valami ilyesmit, igen. Ugye mi ezt a fizikai oldalát közelítjük meg most, de van ennek egy lélektani oldala is, például a visszavágó, hogy a Budapest lett, ez különben mi így a futballban is szoktuk gondolni, hogy ez egyfajta előnyt is jelent, tehát hogyha az első meccs jól sikerül, és mi lenne, hogyha ezt a két derék norvégot a Pali, vagy talán egy kinevezett segítője elvinni a Pesti éjszakába, hiszen az mostanában dükter, és hát nyilván ők sem ismerik jól, és hát azért ott két nagyon szép magyar menyecskével össze tudnának találkozni, de aztán nem folytatom, hiszen a többi az már az a fantázia dolga, de akár ez is lehetne, hogy mérkőzés előtt kezelésbe venni őket. Úgyhogy én nekem sok ilyen ötletem van. Nem hívtak még az MLS-től, hogy így bevegyék
tanácsaimat, de azért van bennem. Tetszik, hogy ennyire felkészült vagy ezen, akkor te is sokat gondolkoztál, igen, hogy mit csináljon Dárdai Pali, a Hertha játékosai, valakik jönnek majd ide hozzánk. Neked volt ilyen könyörtelen edződ, akit említettél, nagyon meghajtott, és gyűlölted edzés közben? Volt olyan, akit nem csak edzés közben gyűlöltem, de volt. Németországban volt ilyen, akinél délután edzettünk, 12 délután 14 kilométert futottunk. A felkészülési időszakban fölvittünk, illetve az északi tengerhez, és homokban ilyen a derekunkra kötött ilyen traktorkereket, vagy gumit húzatott velünk, mint ugye a Mura közlovakkal, de nem szívesen emlékszem. De azért úgy bennem maradt. Hát azért ezek nyilván megmaradnak, persze, főleg edzés közben, amikor az emberből azért mindent kihajtanak, utána azért azt tudja utálni. Jól gondoljuk, hogy azért nem lesz ez egy könnyű meccs, ugye? Hát nincs könnyű meccs a magyar válogatott számára. Az is igaz, hogy a magyar válogatott számára semmi nem könnyű. De én nagyon optimista vagyok, és tudom, mert szerintem egy olyan ellenfelet kaptunk, amin túléphetünk. Ha persze minden úgy alakult, ahogy mostanában félig meddig alakult, tehát oda kell figyelni, és becsületesen föl kell készülni ezekből a norvég legényekből, mert különben nem olyan ütős csapatról van szó, tehát egyénileg sem. Csapatként persze ma már hozni kell a nemzetközi szintet, hogy jó szervezetnek kell lenni, és szerintem túléphetünk rajtuk. Egy ilyen titkos smiley-et a Dárdaira nem tudsz ráküldeni két héttel a meccs előtt? Csak semmi, hogy ne legyen, nem, csak egy kacsintósat, egy smiley-et, egy bármit, amiből ő ugye érti, tudod. A Pali ott van a háttérben, szelleme kísért minket, illetve be a sportot, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a smiley váltása megtörtént. Úgyhogy a Pali képben van és követi az eseményeket, és szerintem, hogyha igazából tényleg gondosan viseli a válogatott sortát, akkor be is fogalkozni az elkövetkezendő napokban a két norvég legénynek a mindennapjaiba. Ha megnézzük. Figyeljük akkor, tényleg. Jó, a másik mit játszik? Kapus az egyik, és mi a másik? Én kevésbé is. A másik azt hiszem középpályás. Én sem tudom, mert igazából annyira nem követem a norvég futballistáknak a zöld útját, de azt tudom, hogy az egyik kapus, a másik pedig mezőnyjátékos. Egy kapus, egy mezőnyjátékos. Na jó van. Rajtuk leszünk. Figyeljük, és drukkolunk Palinak. Otto, köszönjük szépen, nagyon drága köszönjük. Vagy. Köszönjük szépen. Vince Ottónak, köszönjük szépen, ciao. Hello. De jó arc. Milyen jó fej. Nem? Hat alternatívát, hat lehetőséget vázolt azonnal, hogy mit csináljon. Így van. Mit csináljon a Dárdai. Túledzzük kajával, kiütjük gyerekek, meg lehet csinálni. Celepcsajokat, bevisszük őket az éjszakába, káposztát etettünk, szétedzzük őket. És nem jött a kincstár egy duma, hogy kikérem magamnak már a feltételezést is, a sportszerűség jegyében kell lezajlania. Kifejezetten jó arc, hogy elmondta, hogy Pali tudja a dolgát. Megtesz mindent, ami tőle telik. Na jó, játszunk, már itt is van a játékosunk, hármasugrás, játszunk már is. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok, Zsuzsi vagyok. Szia! Halló, Zsuzsi, honnan hívtál minket? Mert hivatalosan Szolnokon lakom, csak én most tartok éppen Szarvasra. És nagyon izgulok, majd összepiszilem magam, annyira izgulok. Úgyhogy már félre is álltam autóval vagyok, úgyhogy félre álltam. Egyedül vagy, Zsuzsi? Egyedül vagyok, igen, úgyhogy egy ilyen szörnyű reggel belekeveredtem a balesetbe, ami ott a 4-es, 4.42-es környékén volt, mondtátok is a hírekbe, úgyhogy óriásit kellett kerülnem, el vagyok csúszva időben, mondom, más nem dobhatja fel a napomat, csak hogyha játszok egyet veletek, úgyhogy... Ja, ez a Szolnoki elkerülőn, ami volt a volt kora lehajtónál? Igen, és reggel rettenetesen balga voltam, mert még nem hallgattalak titeket, és nem hallottam, hogy mondjátok a balesetet, úgyhogy beleszaladtam. De vissza tudtam fordulni, csak így most egy 30 perces csúktásban vagyok. De jó. És Szarvason dolgozol? Most éppen tartok Szarvasra, gyógyszercégnél dolgozom, de azt annyira nem szeretném ecsetelni. Jó, bár nem kell, ha nem akarod, akkor nem kérdezünk róla. De tartok éppen Szarvasra, csak most megálltam. Ja, és ne legyen elég az, hogy belekeveredtem a balesetbe, még magam elé kaptam egy hétvégi vezetőt is, aki elfelejtette, hogy nem hétvége van, úgyhogy 70-nel haladtunk körülbelül 30 kilométeren keresztül, úgyhogy Zsuzsi, ez könnyűek. Nem a te reggeled. Ez nem a te reggeled. Nem, úgyhogy könnyűek legyenek a kérdések, és segítsetek. Nem azok. Jó. Sajnos, nem azok, igen. Mit hallottál? Kit ismertél föl? Mondj előadó dalcímet.
Kylie Minogue, így van. Ugye elsegítettetek, hogy jó feneke van, és picike, ugye ott rögtön tudtam, hogy Kylie Minogue-ról beszéltek, illetve a zenei alapon pedig még a Queen. A Queen is benne volt, így van. Kylie Minogue, Queen. Jól van. Igen. Ügyes vagy, oké. Okay. Na, milyenek a kérdések, Jani, nehezek tényleg? Nehezek most egy picit. Segítünk majd egy picit, jó? Remélem, Janinak most nem a szőrös szíve. Sose. Neki nincs olyan. Nem, teljesen csempe mindenhol, úgyhogy abszolút nem. Kőből van, de szőrös nincs. Figyel a higiéniára, mindenhol csempe. Utolértem a korom. Na próbáljuk meg. Na figyelj, így szól az első kérdés Klassz FM-es Morning Show-s nyakbalkasztóért. Melyik film szereplői Gaben, Róka, Cingár és Csoki? Na jó, Üvegtigris. Így van. Ennyire vagy túlsz a sörhöz, odaférsz, ugye? Hát vannak nagy mondatok. Mi legyen a következő kérdéssel? Hát, na jó, próbáljuk meg, de azt kell segítenem. Jó. Itt szól a második kérdés. Melyik család nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Múzeum alapítása? Mi a kezdő betű? A kérdésé M. M, melyik? Hát ugye kitaláltam, Magyar Nemzeti Múzeum alapítása, melyik család nevéhez fűződik, hát... Széchenyi család. Így van, rosszat nyomtam. Jó volt. Ez az, még egyszer. Már kukacokat vizionálok, és azért félre nyomok. A legnagyobb magyar édesapja. Engedd el a kukacokat, Balázs, te segíts nekem. Engedd el a kukacokat. Nem, elengedd. Ivan Jani is magyar, legnagyobb magyar édesapja. Így van, a Széchenyi család nevéhez fűződik a Magyar Nemzeti Múzeum alapítása. Na, hogyan tovább? Hát, milyen jellegű a harmadik kérdés? Na? Na? Snob. Milyen? Snob? Azt mondtad, hogy snob? Igen. Hát nem könnyű. Az idegen szavakban lubickolóknak. Kedvez. Igen, tehát idegen szóval kell valamit mondani, vagy megfejteni, hogy ez mit jelent, és akkor most már nagyon sokat segítettünk. Én akkor inkább megpróbálom, és akkor legfeljebb bummozok egy óriási nagyot, kiadok mindent, ami ma reggel felgyűlt bennem. Megpróbálom, jó. Így szól a harmadik kérdés. Hogy nevezik idegen szóval az emberbarátokat? Ki az, aki emberbarát, ember szerető? E betűvel kezdődik az is? Ember. Nem, az F betűvel kezdődik. Tehát van a mizantróp, és ennek az ellenkezőjét keresünk. Filantróp. Na jó van, hát. De csak mert ennyire rossz volt a reggeled. Tudtam, hogy kedvesek vagytok. Nem véletlenül hallgatlak titeket minden reggel. Én látod? Nem húzok. Látod? Azért van szív. Nagyon köszönöm. Jól van. Na figyelj. Van egy ajándékcsomagod, jó? És megvan a Morning Show-s óra is. Nagyon örülök neki. Küldjük neked, jó? Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot nektek. Puszi, Zsuzsi, ciao. Hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hány ilyen női sikolyt hallottam fénykor? Isten, mikor meglátta. Ja, annak már túl voltunk az első pillantáson. 3-4-10 lesz. Pontosan 5 perc alatt mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 múlt pontosan 1 perccel. Van fotó a kukacról. Na, van végre, már. De na, közeli? Na. Szuper közeli? Igen, most és a Viki is küldött azon állatokról, amik ugye ott vannak a lakásban. Ott van Lacinál. Nézd, vesz rá egy pillantást, hogy az mi. Kukacból jók vagyunk. Nézd meg, fekete a feje. Az világos a teste. Mutasd. Ez az, igen. Ez igen. Mi? Ez a, ebből lesz a moly lepke később. Lepkék lesznek belőle? Igen, kis moly lepke, ami eltrafálhatatlan, tehát így fogsz járkálni a lakásban. Na, nagyon jó. Körülbelül, de addig viszont mindent. De írja Viki, kukac. Hogy ő találkozott most egy másik anyukával, és az ő lakásukat is ellepték. Egyszerre vettetek valamit biztos. Uh-huh. Nem tudom. Nem adtatok neki kölcsön zabot? Hát tényleg. Nem, hogy arra ébredtek, hogy reggelre tiszta a kukac invázió az egész lakásuk nekik is. Uh-huh. De rosszul tárolják az élelmiszereket.
Ahogy ti is. Nem jön be máshol? Nem rak petét? Nem jön ki vízen keresztül? Mit tudom én, nem jönnek be? Ez már jó régen elkezdődött ez a történet. A molyleké belepetéztek valamelyik gabonapehelybe, valamelyik lisztbe, valamelyik darába, amit nem zártatok rendesen, és ezek most keltek ki. És náluk ugyanígy pont most? Igen. De nem fura ez? Nem fura. Szerintem nem. Mert még egy csomó háztartás van az országban. Nem, semmi fura nincsen, hiszen mellettem van az asztalod. Én nem lepődtem meg rajta egyáltalán. Egy dolog vigasztaljon. Hogy hetekig ettétek a petéket. Úristen. Úristen. Tudod, akkor mi van bennem? Semmi. Gyomorsabb van az elpusztul. Persze, elpusztul. Jaj, nem, már megint itt vagy, tudod. Nem. Igen, mint a Ridley Scott filmem. Na jó. Ajajajajaj, mennem kell kukacot érteni, gyerekek, harcolni. Lángvágóval, lángszóróval, esztergogéppel, minden nem. Na mutatjuk, hogy miről beszéltünk már reggel. Korán fölhívtuk Király Viktort, aki tovább jutott a The Voice amerikai tehetségkutatóban, óriási dolog, és sikeresen vette ugye az első fordulót, majd énekelt egy duettet egy Cassandra nevezetű lányjal, és győzött, úgyhogy most jön egy újabb fordulója, felhívtuk és megkérdeztük, hogy érzi magát, mi van most New Yorkban, hogy van, és egyáltalán milyen érzés ez? Hát úton van afelé, hogy világsztár legyen, azért ez egy nagyon nagy dolog, aki ennek nem örül, szerintem vele van a baj. És én elmeséltem 8 óra után, hogy a 6-os csatornán még mindig dolgozik egészen fura módon az a telegyógyító, aki gerincműtétet is végrehajt, kiemeli a fantomgerincedet, csavar rajta egyet, és már is vége a messzesedésnek. Tényi Tamásról van szó, aki tegnap megint telegyógyított, és kértük, hogy ha esetleg hallgat bennünket valaki olyan, akit már meggyógyítottak így adáson keresztül, akkor csörögjön. Arra egyáltalán nem számítottunk, hogy Tamás is minket hallgat. Maga a mester. Maga a mester becsörgött adásba, és azt mondta, hogy most ült autóba, bekapcsolt minket, hallja, hogy róla beszélünk. Felhívott bennünket. Mi nem akartuk sem megcáfolni, sem meggyőzni a hallgatóinkat, hogy ez igaz vagy nem igaz. Mindenki saját hitrendszere meggyőződése szerint döntse el, hogy lehet-e benne valami vagy nem. Nekünk ez nem feladatunk, mi csak beszélgettünk Tamással, hogy csinálja, miként csinálja, és hogy lehet valakinek a fantomgerincét kiemelni, leporolni róla a messzesedést és visszatenni. Nagyon csak kérdeztünk, objektívan próbáltuk. Hát és Tamás mennyire jó fej volt, hogy tényleg ott abban a pillanatban félretette azt a fantomvesét, májat, illetve a fantommedence csontot, amivel éppen dolgozott és velünk kezdett el diskulálni. Annyira jó. Ne, így van. Izgalmas kis beszélgetés volt, most ezen pillanatokat újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Érdekes kis beszélgetés volt, tényleg. Többféleképpen lehet egy ilyen beszélgetéshez közelíteni, ezen gondolkoztam. Úgy is, hogy meg akarod fogni, és mindenképpen a te világnézetedet, igazságodat akarod ráhúzni, és azt mondani, hogy már pedig szerinted ez nem létezik. Vagy kérdezel, meghallgatod, és a hallgatóra bízod, hogy mindenki döntse el. Nem? Mi az utóbbi képviseltük szerintem. Így van, és hogy érzed magad, a 10% jött föl? Nem, most ez a kukacos hír, ez még elvithatott. Tehát, hogy basszus, nekem itt próbált kiadni a csettintést, hát ha leesnek a plafonról. Valaki azt mondja, fogjak egy partvist, arra tegyem a kakast, és úgy emeljen föl. A taser, nem túl állatbarát, de... Csak megyek a partvistra, tudod, rajta a tetején a tyúk, és csak leszedegeti szépen. Hogy nem kell nekem tartanom. Gondolkodtam, mi tartottunk otthon nagyon sokáig tyúkokat, és azt látom, hogy a tyúkok gyakorlatilag mindent megtesznek az ételért. Szerintem csináld azt, hogy azt a darát, ami megmaradt otthon, azt nedvesítsd be, és dobd fel a plafonra. Akkor utána mennek. Még megnézném, hogy fölrepül, igen. Na, hívjuk White Boyt, mert hogy ezen a héten ő ugye járja az országot, és most is van valahol. White Boy, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt! Hát a jeles napra való tekintettem, a kivételesen egy sárga DeLorean-t keresem mindenki. Ó, és hívőben vagy, igen, de jó lenne. És az M3-as környékén figyeljetek minket, illetve van egy fantomautónk, ami viszont bárhol az országban fel tud majd bukkanni, ezt nem tudom, ezt a Tihanyi mestert kell majd megkérdezni, hogy hova fogja ezt vizionálni. De szóval M3, Füzesavony, Miskolc, Eger, ez a környék lesz ma. Jó, akkor ott keresünk, figyelünk, és aki bemegy erre a bizonyos kútra, akkor te ajándékot adsz neki, ugye? Igen, 20 000 forint értékben feltöltő kártya, üzemanyag kártya.
Jobb, keresni fognak téged akkor a MOL kutakon. Köszönjük szépen, jó munkát neked, ciao. Köszönjük, sziasztok. Hello, Csabikám, jó reggelt, szia. Jó reggelt, ma is tényleg számít, hogy hol állunk meg, majd én hívom szépen a Whiteboy-t, de most hazatelefonáltam a Laurának, hogy keresse meg a kamerákat a konyhában, mert amit te elmeséltél, az nálam történt meg tegnap. Nem mondom. Darabokra szedtem a konyhát. Nem mondom. Azért, mert jöttek ezek a kis kukacok. Azok után, hogy már mindent kipakoltunk és kidobtunk, és ma reggel, amikor felébredtem, mi volt a plafonon? Egy kukac. De már tök mázisla vagy. Nekünk mondom, az étkezőszék, a mennyezet, a padló, a spejsz, tele, tehát millió számra, egy kukac, hát az csak ott maradt, mondom, az valamilyen előhírnök, vagy nem tudom micsoda. Beépített hát... sütőt is ki kellett szednem, tehát tegnap tényleg darabokra szedtem a konyhát. És megtaláltad a forrását? Hogy... megtalálni véltem, tehát mindent lemostam, kipakoltunk tényleg teljesen mindent, meg lefertőtlenítettünk, és mégis valahol van még, mert egy már megjelent, tehát valahol máshol biztos, hogy laknak. Ezek most tavasszal, vagy most ősszel hát kell neki? Kösz, igen. Nem tudod, hogy nekem most október, hogy január összefolynak a hónapokat. De hogy ezek most ilyenkor szaporodnak? Ilyenkor van az invázió? Én nem értek hozzá. Hát ők azért keltek itt, mert a lakásodokban jó meleg van ellenben a kinti környezettel. Kell, ezeknek kell a meleg, mert a hideg egyébként elpusztítja őket, és egyáltalán nem szeretik. Aha, de mondjuk az lehetett, hogy Csabinál ilyen kevés nálatok meg sok, akkor valószínűleg az lehetett, hogy valahogy összecsörögtek, és mondta ezért, nem fogod elhinni, hogy hol születtem meg? Na, mesélj, Balázsék, nem mondod! Megyünk mi is! Hát megyünk! Nem, innen üzenem a Laurának, kapcsolt ki a fűtést most. Istenem, megyek. Én a szabaházéknek tetszik ki. Megyek haza harcolni kukacokkal. Oh. Hát, ha nem. Csabikám, remek zenék? Most hozok neked egy, vagy nektek egy kicsit korábbi zenét, tehát nem a legfrissebbek közül választok, de egy kemény harc elé nézel, úgyhogy egy kemény zenét, a Nickelback-től a legkeményebbet, a 8. lemezükről, Edge of Revolution, ez egy olyan Nickelback dal, amit még a Jani is szeret. Igen. Megbocsátja nekik az összes tévedésüket. Ez egy jó szám. Kell az erő a harchoz. Megyek haza. Jól van. Csabi, jön a kívánság műsorra 555-55-00. Feri, te holnap nem vagy, ugye? Így van. Legyetek nagyon jók, vigyázzatok magatokra, tartsátok így a fronton. Mert hármunk közül Feri az egyetlen, aki eléri Balázséknál a plafon. Én szedem a kukacot. Ságba. Igen. Te nem tudsz róla, de te nem vagy holnap, így akartam mondani, hiszen ott leszel nálunk, így. Holnap ketten vagyunk. Szevasztok, mindenkinek szép napot. Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb